Szervusztok, kedves hallgatók! Ez a Hétmester Lövésze, itt a Rádiókafén. 0629-986-986 az SMS számunk. Ezen az SMS számon lehet hozzánk szólni. A következő két óra során, hogy a műsor minél interaktívabb legyen, az pedig, hogy mi hozzánk, ezúttal engem, Puzsér Robertet, valamint kollégámat és barátomat, Magyar Dávidot jelenti, akik a mai napon a média kritikus filmek világában fogunk egy kicsit kalandozni, és ajánlásokkal fogunk élni a részletekre, olyan filmekkel, amely filmek mi szerintünk kihagyhatatlanok, alapvetőek. Ha médiafogyasztók vagytok, akkor azért. Ha pedig nem vagytok azok, akkor pedig elég nyilvánvalóan, hogy is fogalmazzak, jó befogadó közeg lesznek ti ezekkel a filmekkel. Létezik olyan ember, aki nem médiafogyasztó? Hát bizonyos médiumokat talán meg lehet kerülni. Jó, mondjuk a tévét vagy a rádiót. A rádiót kérjük, most ne tegyétek, azt hallgassátok. De ti nem kerülitek meg a rádiót, mi tudjuk. Honnan tudjuk ezt vajon? 0629-986-986. Hát aki megkerüli, az most nem hallja ezt. Tehát aki hallja, az nyilvánvalóan nem kerüli meg. De egyébként szerintem nem lehet kikerülni a médiát. A média mindenhol ott van. És aki azzal áltatja magát, hogy nincs tévéje, és akkor most ő jó fej lett, mert ő nem tévézik, az ugyanúgy használja az internetet. Sőt, lehet, hogy intenzívebben, mert több időt fordít az internet használatára. És ott is tájékozódik. És hogyha nem is a blik.hu-n, meg a nol.hu-n, meg az akármi.hu-n, akkor a Facebookon meg az Ivi-ben fogja a haverjaitól a híreket hallani, az is média, csak egy más jellegű média, egy ilyen nagy zajos piactérnek felel meg. Nincsen szerintem olyan ember, akihez nem jutnak el mondjuk a hírek, például olyan hír, hogy mit tudom én, Stól, Buci, kokainozott és autóbalesetet okozott. Kokain és alkohol hatása alatt autóbalesetet okozott, és ehhez nem kell se tévét nézned, se újságot olvasnod, hogy eljusson, és már is a média egy karma már megérintett. Azért, mert mindenki médium, mert mindenki közvetíti, mindenki tükörként szúrja szerte széjjel a médiából kiáradó információ. Úristen, majdnem azt mondtam, hogy információkat. Információk ezek egyáltalán. Informálnak hát ezek? Minket a szó igazi szótári értelmében informálnak ezek? Hát informálnak, de miről? Tehát, hogy valódi értékről? Deformálnak, úgy gondolom. Tehát, vagy konformálnak. Vagy minden igekötő, ami latin igekötő, az ide jobban elfér, mint az, hogy informálnak. Valójában nem információ valóban, hanem amit mi a médiával csinálunk, az fogyasztás. Mi ugyanúgy fogyasztjuk, mint ahogy minden más anyagi javat, meg ahogy az egész bolygót is fogyasztjuk. Bizony, fogyasztjuk, és ilyen módon kéne erre a dologra gondolnunk. Tehát érdemes lenne a televízióra úgy gondolnunk, mint egyfajta halucinogén kábítószerre. Egy drog, egyértelműen. Igen. Drog. Méghozzá egy nagyon keményen addiktív halucinogén kábítószerre. Nem állítom én azt, hogy minden halucináció törvényszerűen és értelemszerűen rossz, vagy rossz neked. A hatása az lehet persze ilyen is, olyan is. Itt viszont a tévé esetén elmondhatjuk, hogy itt nem a saját vízióidra vagy hagyatva, amelyek a te saját tudatalattidnak a termékei, hanem kapzsi és gátlástalan emberek sugároznak be az agyadba képeket és üzeneteket. Tehát ez valami egészen más szintű, vagy fajta, vagy módú halucináció, mint amit a saját magad jogán átélhetsz, ami a saját gyártású kis tévéstúdiód az úgynevezett tudattalanodban összeáll. De kérdése, hogy szükségképpen kapzsi és rosszindulatú emberek sugározzanak-e a tudatunkba, vagy vannak olyanok is, akik ezt a hatalmat, mert ez egy óriási hatalom a csatorna, amin közvetít ezt az emberek felé, szóval akik ezt a hatalmat, ezt valami jóra használják fel, akiknek küldetésük van, mert mi olyan filmek közül is fogunk, sőt, olyanok közül fogunk most csemegézni, amik nem visszaélnek ezzel a hatalommal, hanem élnek vele, és felnyitják a szemünket számtalan olyan kérdésre, amit mindenki talán kimondatlanul valahogy úgy felfogott már, megértette már, ismeri a problémát, de itt direktben, egyenesen meg van mondva, hogy mi a hiba, hol a hiba, és nagyon-nagyon szórakoztató sok esetben erre ráismerni. Már pedig a mozi is médium, tehát szó se nincsen arról, vagy hogy akár a DVD piac. Hát a mozi az semmi más, mint a tévé elődje. Tehát amíg nem volt megoldható, hogy minden egyes lakásban sugározzák be ezeket a képeket, addig nagy közösségi tereken gyűltek össze az emberek, és ott együtt nézték. Aztán amikor ugye eljött a tévé ideje, említsük az 1936-os berlini olimpiát, amit először közvetítettek a náci Németországból, tehát az első televíziós közvetítés a világon a náci Németországhoz köthető. Sajnos ez úgy néz ki, hogy így. Csúcsálódjunk el egy kicsit ezen az információ. Kicsit talán megadta az irányát. Igen. A televíziózásnak, tehát hogy így először is az olimpiát közvetítették, ami ugye a cirkusz, tehát a legnagyobb cirkusz, ami nem arról szól, hogy az embereket felvilágosítsuk, csak hogy önfeledten szórakozzanak, fogyasszák ezt az élményt. Ez volt az első, és ekkor történt meg az, hogy végre el lehetett juttatni az emberek kisebb csoportjaihoz is ezt nevezzük információnak, inkább
ezt a képi befolyásolást, és már oda jutottunk, hogy nincs olyan háztartás, ahol nincs tévé, de ha mégis van, az nem azért nincs, mert nem tudod megvenni, hanem mert önszántadból száműzöd a lakásodból a tévét. Amikor arról beszélünk, hogy a média hazudik, akkor azt le kell szögeznünk, hogy a média szükségképpen hazudik, és itt semmi rossz hiszeműségről nem kell. Ez egy hazugság. Azonnal szükség, értelemszerűen, hiszen itt is és most is a médiában hazudozunk. Szóval, hogy semmi rossz hiszeműségre nem kell itt gondolnunk, semmi ravaszdiságra vagy gonoszságra nem kell gondolnunk. Amikor például az egyik televízióban dolgoztam egykor, akkor láttam, hogy a hírműsor hogy készül. A hírműsorok úgy készülnek, hogy a műsorvezetők azok kifogástalan eleganciával, még a legnagyobb melegben is, a legnagyobb kánikulában is, öltönyben és nyakkendőben és a legfantasztikusabb frizurával és a legtökéletesebb külsővel jelennek meg, miközben az asztal alatt jól látható, hogy ilyen rövid gatya meg papucs van rajtuk, és egyáltalán nem figyelnek oda arra, hogy össze legyenek öltözve, tekintettel, hogy ami az asztal alatt van, az nem látszik. Igen, és ez már is egy hazugság, tehát ez csak egy kép. Pontosan, és akkor ha megkérdezném őt, hogy miért öltözik ki deréktől fölfelé ilyen szuper elegáns, amikor deréktől lefelé rövid gatya és strandpapucs van rajta, akkor azt mondaná, hogy azért, mert megtisztelem a nézőt ezzel. Tehát, hogy fontos, hogy erről beszéljünk, ez például egy nagyon-nagyon jelentős vonatkozás. A középkorban a templomok szobrainak a hátulját is tökéletesen kifaragták, amit aztán belebetonoztak, vagy oda kötöttek a templomnak a talapzatához. Soha senki nem látja a hátát azoknak a szobroknak. Csak Isten. De Isten, igen. Isten látja. Ezért a szobroknak a hátulját is ki kellett faragni, pontosan ugyanúgy, mert az a világ, az más erkölcsi rend szerint működött. De aztán ettől egyébként nem volt jobb, ezt tegyük hozzá, tehát semmivel sem tartjuk többet a középkort. Fogalmazunk úgy, hogy másképp volt rossz. De hogy megértsük a korunkat, ahhoz ezt az összevetést érdemes elvégezni. Ma nincs Isten. Nincs olyan, aki mindent lát. Ami deréktől lefelé van, amit nem közvetít a kamera, azt nem látja senki. Hát ma fókusz van, ma az van, amire a tekintetedet irányítják. Tehát ahova akarják, hogy nézz, azt szépen kidolgozzák, és ahova nem akarják, hogy nézz, arról egyrészt elterelik a figyelmedet ügyes cselekkel, másrészt meg hát ott nem takarítanak, csak ahol a papok táncolnak. Na hát erről van szó, tehát amit látsz, azt ő megtiszteli az eleganciájával. Amit nem látsz, az nem létezik. Az nem létezik. Konkrétan arról van szó, hogy ez az ami látszik, az játszik típusú világ. Nem tudom, te melyik médiát kedveljük jobban? A prostituáltat vagy a zsarnokot? Mert a médiának megvan ez a két vonatkozása. Tehát a médiának megvan a fölfelé vonatkozása, amikor politikai és gazdasági érdekeket szolgál és kőkeményen prostituálódik. De mi van, és megvan a lefelé vonatkozása, amikor mi nekünk, nézőknek, befogadóknak mintákat diktál megkérdőjelezhetetlenül, akkor pedig egy zsarnokkal találkozunk. De mi van, ha a média ezt egyszerre adja? Tehát valójában mind a kettőt csinálja, mert nem zárja ki az egyik a másikat. Az van, hogy fölfelé nyal, lefelé tapos, és ezt nem is tudom, kitől idéztem, talán tőled? Egy zsarnoki hajlamú prostiról beszélünk ebben a helyzetben? Minden locsmánságot egyesít, vagy valami ilyesmi? Szóval a média ma, és ahogy ma működik, ugye, mi a legfontosabb az, hogy működni tudjon, tehát hogy nézettsége legyen, hallgatottsága legyen, és pénze legyen ebből kifolyólag, és miből lesz pénze? Nyilván nem abból, hogy a hallgatók fizetnek az elfogyasztott műsorért, hanem abból lesz pénze, hogy valaki hirdet a műsorban, és a hirdető azért hirdet, hogy sokan hallják az ő reklámját, és sokan vásárolják az ő termékét. Na most innentől kezdve például nem várható el egyetlen médiumtól sem, hogy mondjuk azt a hirdetőt azt megmerje kritizálni bármilyen módon. Tehát aki hirdet, azonnantól le van fedve. Abba többet nem rúgnak, nem harapnak. Hát és ha az a cég elég nagy, aki hirdet, mondjuk, mit tudom, én nem mondok most nevet, de globális cégről beszélünk, akkor soha sehol senki nem fogja őt kritizálni. Sehol. Mivel mindenhol tud hirdetést elhelyezni. Emlékszem, hogy volt egy útépítő cég, és volt egy napilap Magyarországon, egy országos napilap. Meg egy párt is volt. Igen, amelyik ennek a cégnek az gyanús ügyeit kezdte elfirtatni. És egyszer csak egyik napról a másikra a gyanús ügyekről szóló leleplező cikkek eltűntek, és feltűntek a helyén a cégnek a hirdetései. Egyik napról a másikra eltűntek a leleplező cikkek, és feltűntek a hirdetések. Na hát így megy ez. Ennyit a média igazságérzetéről. A médiának az igazságérzete soha nem haladhatja meg a befektetők anyagi érdekeit. Soha. Erről van szó sajnos. Tehát
Egyrészt ki kell, hogy szolgálják a befektetők és a szponzorok érdekeit és igényeit, és ezekhez az is hozzátartozik, hogy olyan műsorokat közvetítsenek és sugározzanak, amik ehhez, ezek felé, az értékek felé orientálják a nézőket, hallgatókat, tehát itt jön be a zsarnoki és a prostituált vonal egyszerre. És figyeld meg, hogy milyen mocsok a média, mi is mennyire senkiháziak vagyunk, hogy azért mi nem említjük meg a cégnek a nevét, nem említjük meg igen, az újságnak a nevét. Igen, mert volt már olyan problémánk egy másik rádió, másik műsorában, hogy említettük a cég nevét, hozzátettük azt is, hogy széklet, bár nem ezzel a kifejezéssel, hanem egyel vulgárisabban, és az adott cég azonnal perrel fenyegetőzött, és azonnal botrány volt belőle, és nagy nehezen sikerült egy ajándékcsomaggal végül megoldani valahogy a helyzetet. Tényleg a korrupció az egész. Áthatja a kis rendszerünket, és hát figyeld, hogy mi milyen kutyát veszünk. Hát így van, az ember, ha elég sokáig veri bele a fejét a falba, hogy menjek a korsójára, kútra, hát eltűnik. Elég sok helyről kirúgják, akkor egy idő után szóval, amíg meghúzza magát. Sokáig járt a korsok útra, és hát köcsög lett belőle. A legcinikusabb érvelés a médiával kapcsolatban az az úgynevezett távirányító demokráciára való folyamatos hivatkozás, miszerint nem tetszik, el lehet kapcsolni. Tehát ez az, ami áthárítja a média összes mocskának valamennyi felelősségét a nézőre. Igen. Ő a hibás. Hát miért nézi? Na és az az érvelés, amikor olyan műsorok, ahol emberek egymást összeverik, mert annyira egymásnak uszítják őket a szerkesztők, ilyen nagyon jól felépített ugye módszerekkel úgy van megcsinálva, hogy a végén úgyis verekedni fognak, és akkor azt mondják, hogy de hát mi csak bemutatjuk az igazságot. Tehát mi nem mi vagyunk a szemetek, hát a szemét itt van előttetek, látjátok, hát ezek itt verekednek embertelen módon. Ja, és utána magukra. Rettenetesen föl vannak háborodva közvetlen a reklámblokk előtt, hogy hát ők ezt nem is értik, el sem tudják képzelni, hogy alacsonyodhatnak le ennyire emberek, és senki nem teszi fel ilyenkor a kérdést, vagy ha felteszi, azt gondolom kivágják a később szerkesztett adásból, hogy persze, mocskos és undorító dolog, ami itt zajlik. Ennél talán csak egy undorítóbb dolog van, erre hivatkozva iszonyatos reklámpénzeket beszedni, és emberi nyomorúságot apró pénzért kiárusítani. Na itt persze aztán fölhúznák a szemöldöküket, és fölháborodnának, miszerint mi az, hogy apró pénzért? Nagyon komoly pénzekért. Nagyon komoly pénzekért. Az a kérdésünk, hogy etikus dolog-e a csótányburger pusztán attól, hogy az emberek megzabálják? Hát etikus dolog-e csótánnyal etetni embereket csak azért, mert az emberek megeszik? Igen, és felmerül még az a kérdés is, hogy van-e verseny. Tehát, hogy a távirányító demokrácia az valójában minőséget fog-e kialakítani. Tehát az, hogy az emberek, az emberi tömegek azzal szavaznak, hogy elkapcsolnak, ez ettől jobbak lesznek a műsorok. Tehát, hogy mi tényleg a legjobbat kapjuk-e, amit kaphatunk? Nem. Mi azt kapjuk, amin a legnagyobb a haszon. Tehát mi a lehető legolcsóbban elkészülő műsort kapjuk, amiből a lehető legtöbbet lehet kaszálni. Hogy ez időnként drága a filmek vetítését jelenti, igen, mert olyankor drágábban lehet eladni a reklámidőt, vagy időnként VB-t meg olimpiát közvetítenek, az is nagyon sokba kerül, de nagyon nagyot is kaszálnak rajta, de azért többségében arról van szó, hogy a lehető legsilányabb, legprimitívebb, legolcsóbb szutykot öntik elénk, mert úgyis meg fogjuk zabálni. És ennek szerintem a csúcsa volt ezek a valóságsók, amiben már nem kellett fizetni sem. Tehát az a lényeg, hogy ne kelljen sztárokat felbérelni, hanem bárki az utcáról besereglik, bemegy, ott élnek, össze vannak zárva, mint a kutyák. Ki mosogat, Leó mosogat, vagy Ágica, és akkor ezt kell nézni. Minden a teljesítmény nélküliség, tehát ahol már annyira se veszik a fáradtságot, hogy megtanítsák őket ocsmány zenékre gagyi módon táncolni, vagy tátogni, vagy nem tudod, tehát hogy még ennyi sincsen, hanem Ágica mosogat, vagy Leó, és ez a program, és az emberek ezt meg... És tényleg mindent rá lehet lőcsölni az emberekre? Ennek a mocsoknak minden felelősségét? Pusztán azért, mert megnézik? Pusztán azért, mert az emberekben vannak alantas ösztönök, és az emberekben vannak magasztos értékek. Bármelyikre rá lehet játszani, bármelyikre lehet hatni, és bármelyiket ki lehet hozni az emberből. Sokkal egyszerűbb az alantasra rájátszani. Hát erről van szó, de most azért, mert ők a legalantasabb, legalja, legocsmányabb ösztönöket hozzák ki az emberekből, az emberekben megbúvó voájőrizmust, hogy az emberek szeretnek kukkolni, szeretik meglesni az éppen zuhanyozó Anikót, vagy kicsodát. Most
Meg nem csak ez, hanem az emberek szeretik azt látni, pláne akinek nem megy jól a sora, és éppen frusztrált attól, ahogyan él, szereti azt látni, amikor verekszenek ezekben a sokban, hogy hát van, aki nála, látni, hogy van, aki nála nyomorultabb. Van, aki nála sokkal rosszabbul él, és akkor kicsit megnyugszik, hogy neki végül is nem annyira rossz. Nem, hát itt a társadalom kiskorúsítása és konzumidiótávás irányítása zajlik egészen konkrétan. És azt gondolom, hogy itt ez egy nagyon nagyfokú érdekszövetség zajlik a két folyamat között. Tehát a kiskorúsított, erkölcsileg alászállított emberi erkölcsi minőség az jól orientálható különböző fogyasztási cikkek irányába. Azt az űrt, amit képzünk az emberekben azzal, hogy ilyen morális nihilbe zúdítjuk le őket, az jól kitölthető az időszemcsés mosóporral például, vagy meg annyi megváltást kínáló termékkel. Igen, és egyébként nagyon jól jön ez a politikának is, tehát ez a gazdaság, a média és a politika olyan jól összefonódik ebben, hogy mi a jó? Jó nekünk, vagy már mint bocsánat, nekik jó a felvilágosult ember, akinek van szuverén döntési lehetősége? Nem jó. Nekik az a jó, aki mindent benyal elsőre, akinek a legprimitívebb üzenetekkel lehet kommunikálni, tehát annyira lehet építeni egy választási kampányt, ami az életünkről szól, annyira lehet építeni, hogy igen. Tehát, ez az állítás, hogy igen. Eljutottak tényleg a maximumra, de komolyan, tehát amikor semmilyen üzenetük nincsen, csak az van, hogy igen. De azért csodálatos, hogy 4 év alatt az igentől eljutottunk az igen lehet felkiáltásig. Ez már azért sokkal, de sokkal több, ez azért sokkal komplexebb. Egy magasabb intellektuális színvonalon kommunikál velünk, és ezt szeretjük, mert persze, és ettől érezzük azt, hogy lehet más. És ez tényleg egy olyan üzenet, amire érdemes szavazni, nem? Tehát, hogy átgondolod, hogy az életed így hogy fog kinézni, igen, lehet, jó, igen, rájuk szavazott. Lehet. Minden ezen értéket közvet. Igen, igen. Ideje, hogy úgy gondoljunk a televízióra, mint egy addiktív drogra, mégpedig egy olyan addiktív drogra, ami 2 éves kortól garantált élethosszig tartó függést okoz. És ez számos esettanulmány bizonyítja szerte az országban. Nem kell olyan nagyon körülnézni, nézzetek csak rá a szüleitekre. Vagy nézzetek csak rá a szomszédaidokra, vagy nézzetek tükörbe, vagy bele a tükörbe, az a legjobb. De egyébként az a kérdés, hogy lehet-e média nélkül élni, tehát visszacsatolnék oda, hogy jó, addiktív drog a tévé, dobjuk ki az ablakon, oké, mi lesz helyette? Tehát nézd meg, mivel töltik az emberek a napjaikat, mit tudsz felmutatni, milyen értékes tevékenységet, milyen értékes időtöltést tudsz felmutatni, nem tudsz semmit. Tehát azt tudod csinálni, hogy hazajössz a munkából, fáradt vagy, kezedbe veszel egy sört, lerogysz akármi elé, és nézed, és kikapcsolod az agyadat. Tehát, hogy kb. Az a baj, hogy az embereknek az élettel kapcsolatban nincs koncepciójuk. De ez a tűzbenézés. Az emberek szeretnek a tűzben nézni, mert az... De az még mindig jobb, mert az nem mutat semmit, tehát ott legalább a saját agyi folyamataid, a saját asszociációs tered az, ami elkezd dolgozni, a saját fantáziád, a saját vízióid jelennek meg, ha a tűzbe bámulsz, vagy a vízbe, vagy a susogó lombokra, de amikor reklámokat bámulsz, akkor ez sajnos nem így van. A leszokás azért is nagyon nehéz, mert szinte garantált az elszigetelődés a kisközösségekben. Akár iskolákban, akár munkahelyeken, akár nyugdíjas otthonokban, tehát itt minden generációról beszélünk. Az egészen biztos, hogy a társadalmi közös nevező az a televízióból árad. Mire hivatkozva is tudnál kapcsolatot teremteni a környezeteddel, ha nem a tegnapi tévésorozatnak az újabb epizódjára, hogyha nem az aktuális reality-nek az újabb történéseire. Ez felnőtt emberként még nem is annyira gázos, még meg tudod találni azokat a köröket, ahol talán ez nem téma, de akkor is talán valami klasszikus műveltséghez vissza kell majd nyúlnod, ami ugyanúgy egy médium, hogy olvastad, de gyerekeknél lehet szerintem szörnyű, mondjuk óvodás vagy alsós iskolás korú gyereknél, ahol elképzelhetetlennek tartom, hogy egy osztályban valaki, hogyha nem ismeri, mit tudom én, Hannah Montanát, vagy akárkit, akkor az vagy mik vannak, mindegy, teljesen mindegy. Igen, talán igen. Akkor megálljon-e? Tehát azt hiszem, olyan szinten közösítik ki azt a gyereket, egy 10 éves gyereket, igen, aki nem tudja az aktuális trendeknek a karaktereit, hogy egyszerűen kénytelen vagy a gyerek számára biztosítani egy ilyen kis szocializációs teret, ahol találkozhat ezekkel a szemetekkel. Igen. A saját gyerekedet szigeteled el, és teszed páriává a iskolában, meg akár már az oviban, hogyha elzárod ő tőle ezeket a fórumokat. Mert ezzel gyakorlatilag kizárod őt a társadalmi közösségekből. Nem fog tudni reflektálni az óvodai csoportban zajló folyamatokra, mert azok annyira keményen kötődnek ezekhez a kulturális cikkekhez.
szocializációs merényletet követsz el a gyerekeddel szemben, ha nem engedett tévén nézni, itt tartunk. Viszont, ha meg sokat engedett tévézni, korlátlanul, hogy majd a tévé neveli fel, hát akkor megint hát akkor az érdeklődésének, meg a nyelvi készségének az irányított lekorlátozását folytatott gyakorlatilag. Tehát irányított lekorlátozás, és ez fontos. Tehát itt arról van szó, hogy korlátozza, és folyamatosan szűkíti a nyelvi készségedet, meg az érdeklődésedet, de irányított módon szűkíti, tehát azokra, arra a kevésre, arra viszont nagyon tudatosan vezérli rá. Egész konkrétan, ami hát általában cégek által, meg cégeknek a befolyása által áthatott, és mindenféleképpen valami nagyon-nagyon primitív szociális inger. Azt azért így meg lehet, talán nem is igazán kockáztatni ezzel a kijelentéssel. Most az egyetlen két agyféltekés funkció az a fantázia, ami hát energiabefektetést igényel. Na, ezt a televízió kiiktatja. Tehát itt gyakorlatilag fölöslegesé tesz bármiféle energiabefektetést, és instant fantázia csomagokat kapsz tőle. Tehát direktbe képeket sugároz be az agyadba, és ezek kerülnek azoknak a képeknek a helyére, amelyeket a fantáziád által létre bírnál hozni. Egyébként jó filmek, jó rendezőktől tartalmaznak olyan részeket, ahol a te fantáziádra van bízve a és a mi ma emlegetett filmek között is lesz olyan, ahol nem feltétlenül hosszú időtartamra, csak mondjuk egy 5 másodpercre egy olyan képet vágnak be, amiről elsőre nem derül ki, hogy mit ábrázol. Van például a játékosban, pardon, kimondtam egy címet, abban van egy ilyen, hogy így a sárból emelkedik ki a térde az egyik szereplőnek, és először nem érted, hogy mi az. Tehát úgy van bemutatva, hogy nem látod, nem érted, és ezért azonnal hozzáköltesz 3 sztorit legalább az 5 másodperc alatt, mire meglátod, hogy miről van szó. Ez fontos, hogy a jó film a jó rendezővel az hagy teret neked, engedi, hogy kitöltsél űröket, aztán persze irányít tovább, mert a történetvezetés szempontjából fontos az, hogy a képzeleted irányítva legyen. Meg arról is szó van azért, hogy a filmek kulturális termékek, amelyeknek a megtekintése azt szerintem sokat tud hozzátenni a személyiségedhez. De reggeltől estig hollywoodi szemetet nézni, filmeket ömlesztve bámulni, az legalább annyira hitvány tevékenység, mint tévézni reggeltől estig. Nekünk se a televízió esetében se azzal van a bajunk, hogy megnézel filmeket a televízióban, amikor éppen sugározzák őket. A televízióval nekünk az a bajunk, hogy reggeltől estig folyamatosan nézed, és a televízió, ha nem a készülékről beszélünk, hanem a fogalomról beszélünk, akkor az nem is a filmet jelenti. Nem a filmet és nem a sportközvetítést jelenti, hanem a sorozatot jelenti. Meg a reklámokat. A reklámot jelenti. A hírműsort, a háttérműsort jelenti, meg a reality show-t jelenti, tehát, meg a vetélkedőt jelenti. Tehát itt léteznek kifejezetten tévés műfajok, tehát itt ilyenkor, amikor tévéről beszélünk, mi ezekről beszélünk. Ezeknek a termékeknek, ezeknek a virtuális termékeknek az árát te a tudatoddal fizeted meg. Tehát semmi nincsen ingyen. Amikor az az élményed, hogy hát ingyen jön a tévé, akkor ne gondoljad azt, hogy az ingyen, hogy azért neked nem kell fizetni. Egyébként meg nem is jön ingyen. De a kereskedelmi tévé egy szobaantennával már vehető. Csak de azért neked fizetned kell. Mennyit? Nem tudom, van valami általán. De valami nevetséges. Egyébként meg senkinek nincsen már szobaantennája, hanem mindenki kábel tévén nézi, és az ott már fizetsz is. Itt azért fontos megkülönböztetnünk a kereskedelmi tévét az előfizetéses tematikus csatornákkal. Tehát itt a kereskedelmi tévé nézése közben a döntéseidat azokat nem te hozod meg, hanem pénzügyi és kommunikációs mérnökök tervezik meg kreatív értekezleteken a te döntéseidet. Tehát ez fontos tudni, hogy amikor te ott vagy a szupermarketben és vásárolsz valamit, akkor azt gondolod, hogy azt veszed, amit te akarsz, amit te gondolsz. Nem. Akkor te már a kereskedelmi tévé logikája az azon alapul, hogy mi adunk neked egy műsort, te cserébe ideadod nekünk az agyadat, azt mit elerakjuk reklámmal. Cserébe megkapod a műsort. Na most ez a folyamat, ez azt eredményezi, hogy nem vagy autonóm a fogyasztásod során. Tehát a kereskedelmi tévé az a te fogyasztói döntéseidet kisajátítja a saját maga részére. És hát fontos elmondani, hogy itt egy erkölcs nélküli normarendszerről beszélünk a televízió esetében. Tehát itt bármiféle erkölcstan Az, amivel szembe helyezkedik a televízió, vagy a televízió gyártás folyamata. És én most nem akarok itt semmit se papolni, bármiféle erkölcstanról beszélhetünk. Tehát, hogy így beszéljünk a krisztusi erkölcstanról, vagy a buddhairól, vagy a marxiról, vagy arisztotelésziről, tehát bármelyikről. Tehát itt igazából teljesen mindegy, hogy melyiket említjük meg, ennek a helyére a havi nézettségi kimutatás kerül. És minden más szempont, ami a havi nézettségi kimutatáson túlmutat, az fel van függesztve. Na most ennek az erkölcsi obudiuma az, amit a mai adásban felsorolni szándékozott filmek, azok fel tudnak mutatni a számotokra, és a most következő hírblokk után ezeknek a filmeknek az ismertetésére rá is térünk. Jók voltatok-e, kedves gyerekek? Meghallgattátok-e a reklámblokkot?
Reméljük, hogy igen. És találtatok valami érdekeset benne? Ami nem ehhez a csúfgonosz rossz médiához tartozik, amiről az előző fél órában beszéltünk, ahol manipulálnak és el akarnak nektek adni valamit, és csak azért töltik ki ezt a fél órát ilyen értelmes beszéddel, hogy aztán megvásároljatok egy terméket, hanem... Valami könyvet, vagy micsodát? Kultúra, igazi információ. Nem, itt mi tényleg valami komolyat, valami igazán nemeset szeretnék nem átadni nektek. Itt mi nem manipulatív, ravaszdi szándékkal próbáljuk az agyatokat mosni, ezt értsétek meg. Ez nem az a média. Tehát, hogy beszéltünk eddig arról a fajta médiáról. De szerencsére vannak olyanok, mint mi. Akik nem olyan, mi tiszták. Igen, és, igen, tiszta, ez a jó szó. Igen, azt hiszem. Hogy a, szentek, és őszintén, nem az erős egy picit. Nem, Dávid, nem. És ne is ilyeneket nem, mert azt fogják gondolni, hogy mit most ironizálunk. Nem, akik jót akarnak, azt szeretnék, hogyha... Hogy nektek jó legyen. Igen, igen, valamit át szeretnénk adni, ami jó nektek jobb lesz, és ha kettőt vesztek, az kétszer annyira hat. Nagyon azt fontos tudni. Igen, olvasd el kétszer a két különböző könyvet. Nem is kell elolvasni, ez egy könyv, ezt nem muszáj olvasnod, vásárolj belőle sokat, ez a lényeg. Másnak is vegyél, váltsd meg őt is, és akkor olyan lehetsz kicsit, mint mi. Igen, egy kicsit a mi jóságunkból átcsöpök hozzád is valami. Kaptunk néhány SMS-t. Gondolom szeretnek minket, a rajongóink. Sajnos nem tudom már a címét, de volt az a színdarab, amelyikben áramszünet miatt egy család nem tudott tévézni, így beszélgetni kényszerültek. Talán úgy hívják, hogy adáshiba, azt hiszem. Elkezdték megismerni egymást, marha jó. Tudjátok a címét? Én emlékszem, a címét nem, de emlékszem, hogy a srácnak akkor mondja az apja, hogy na fiam, most már rágyújthatsz, mert hogy 18 éves vagy, és kiderül, hogy ez már rég elmúlt, tehát az apa ezt sem tudta. Médiasóról másik jó darab, a Finito, melyben valakik aláíratják, hogy élőben fog meghalni. Valakivel aláírhatják, hogy élőben fog meghalni, eladja a halálát, és ez is abszurd, ne tovább. Üdv, kedves, nektek kedves fickók. Pillanat, hadd tegyek fel egy kérdést nektek. Biztos szerettek játszani, mindig nagyon jók azok a műsorok, ahol lehet játszani. Persze nyeremény nem lesz, csak az, hogy legfeljebb beolvassuk a helyes megfejtést. Hogy a ma tárgyalt médiakritikus filmjeink közül kettőben említik Frank Capra rendező nevét. Az egyikben többször visszatérően, az viszonylag könnyen, aki látta, az meg az rájön rögtön, a másikban egyszer említik, és csak olyan mellékesen. Ha valaki leírja ezt a két filmcímet, hogy Frank Capra nevét melyik két médiakritikus filmben emlegetik, akkor az megveheti az a könyvünket. Megy. Igen. Igen, megvásárolhatja a könyvünket csak 1990 forintért. 95. Na, 95 forintért. Odáshiba a címe, írja a kedves hallgató. Csodálatos. Teszi hozzá. 8 és 11 éves gyerekeink sem néznek évek óta tévét, csak filmeket, de jól megvannak, sokat olvasnak és hallgatják a Hét Mesterlövészét, írja Andi. Sziasztok, gyerekek! Sziasztok, gyerekek! Nézzetek sok tévét! Ne hagyjátok, hogy a szüleitek befolyásoljanak titeket. A gonosz szülők. Sziasztok! Én egyáltalán nem nézek tévét, csak DVD-t. Inkább kimegyek a szabadba biciklizni, és közben a ti műsorotokat hallgatom, amit letöltöttem, vagy ha már tévé, akkor videójátékok, írja nekünk Zoli. És Szakonyi Károly írta az Adáshiba című darabot, ezt is megtudtuk. Szóval valahol ott tartottunk, hogy a televízió az egy erkölcs nélküli normarendszer. Azt hallottam, hogy mit értesz, tehát ezt fordítsd már le magyarra. Hát, hogy az erkölcsi téziseknek a helyére a havi nézettségi kimutatás kerül. Tehát ez egy olyan normarendszer, ahol a több néző az magasabb erkölcsi fok, fogalmazunk ki. Tehát nem az a lényeg, hogy a műsorvezető, aki üvöltözik, hogy küldjél még SMS-t, az teljesen be van elkokainozva, hanem az a lényeg, hogy sokan nézik el ezt a műsort. De érdekes módon abban a pillanatban, hogy ő törvényt sért, és abban a pillanatban, hogy ez a kokain ez deklarálódik, amely az ő szervezetét úgy üti, hogy ő meg hisztérikusan üvöltözik, hogy Leo a győztes! Nem tudom, hogy mit üvöltözött a drága jó buci, a kokain herceg. Ott onnantól kezdve, hogy balesetet okoz, és ezt már nem lehet tovább, ezt az ő kokainizmusát már nem lehet tovább rejtegetni. Onnantól kezdve mindenki képmutatóan feltépi az ingét, és azt mondja, hogy soha többé, ne tovább, ez borzalom! És mit csinál ez az ember, aki a képmutatásból élt eddig, és aki teljesen bekokainozva eljátszotta a jó embert,
mit csinál ezután? Bemegy a tárgyalásra, és viszi magával a gyerekét. A gyerekét tartja élő maga pajzsként, tehát ezért szokták a libanoni terroristákat nagyon kritizálni, hogy óvodák közelébe terepítik a rakétállásaikat. Ugyanezt csinálja ez az ember, amikor bemegy a gyerekével a tárgyalásra. Mi köze van a gyerekének ahhoz, hogy ő balesetet okozott részegen kokain hatása alatt? Igen, konkrétan. És a gyerekével fogja fel a ráirányuló köpeteket. Tehát ez a csodálatos, hogy akárhonnan is. Nem, nekem a Macskajaj című film ugrik be, amiben a WC-ből, a budiból kilépve a főhősünk egy libával törölte le magáról az emberi fekáliát, na ugyanezt csinálja ő a gyerekével. Igen, igen, igen. Tehát, hogy itt a képmutatás az maximálisan működik, és érdekes módon olyankor visszatérünk az erkölcsi elvekhez. Tehát onnantól kezdve, hogy Stolbuszinak a kokainizmusa az már nem szolgálja a csatornának az érdekeit, mert már nem nézettséget hajt fel, abban a pillanatban hát mindenki rettentően elhatárolódik tőle, és hát mindenki borzasztóan szégyelli magát miatta, és hát onnantól visszatérünk a hagyományos erkölcstanhoz. Onnantól kezdve hirtelen értékeink is vannak, és nem csak nézettségünk van. Onnantól kezdve a kvantitásra, vagyis a nézettségi számokra alapuló erkölcstanunk rögtön átlép a kvalitás világába. Rögtön emberi minőségeket kérünk számon, meg emberi felelősségeket, meg emberi mintákat, meg milyen példát állít ez a fiataljaink elé. De csak azért, mert így tudjuk megőrizni a nézettségünket. Erről van szó, de az, hogy konkrétan ennek a kokainnak a hatása alatt üvöltöztet telibe a legnagyobb nézettségű műsort ugyanez az ember, hogy az igenis ugyanez a kokain volt. És örök kalapáccsal bontotta a 2000 éves kultúránkat, tehát az nem számít. Az ami büszkeségünk volt, az a buci. És mi nem is tudtuk, hogy ő miért üvöltözik, mitől ilyen széles a jó kedve a bucinak. De... Hát nem, mi nem tudtuk jól. Marika néni nem tudta, akinek a horgolt terítőjén a lila művirág van a vázájában, a tévé tetején, ő nem tudta, hogy miért üvöltözik. Mi mondjuk tudtuk. Mi mindig tudtuk. Hát igen. Beszéljünk már filmekről is, ha már ez a témánk, nem? Melyik az a 10 film vajon, amely a legerőteljesebb médiakritikát fogalmazza meg mindazok közül, a filmek közül, amelyeket mi ismerünk és kedvelünk? A top listánkra épp hogy felkerült helyezett nem más, mint a 10. Ez a 10. helyezett nem más, mint a Magnólia című film. A Magnólia című film, ami egy gyönyörű montázs, meg annyi társadalmi és kulturális mintát vonultat fel. És számtalan békát. Igen, de van benne két nagyon erőteljes vonal, és mind a kettő kőkeményen médiakritikus. Az egyik a Tom Cruise féle vonal, a másik pedig a kisgyerek, aki a tévés vetélkedőben szerepel, és nem engedik ki vécére. Egyébként Tom Cruise lényegében önmagát alakítja. Tehát na, ez a borzasztó, hogy... Ez az egyetlen dolog, amit Tom Cruise-tól komolyképpen el lehet várni. Egyszer van jó szerepben, egyszer találják el, hogy mit kell játszani, amikor önmagát, azt az undorító, gusztustalan férget adja el. Igen, hát konkrétan szientológus. Tehát itt is egy szektás barbot bármikor tökéletesen eljátszik, hát ezúttal sincsen ez másképp. Használd fel bátran a tudást, amit tőlem tanultál, és mondd ki, hogy nem! Nem! Nem uralkodhatsz felettem, nem bizony! Nem! Nem lesz tiéd a lelkem, nem bizony! Nem! És nem te leszel a győztes! Mert ez egy játék, fiúk, szeretnétek azt hinni, hogy nem? Szeretnétek azt hinni, hogy nem az? Visszamenni a suli udvarra és belezúgni a nagymellű Mary Jane-be. Érezzük át a gondolatot. Itt én veszem át a hatalmat. Én parancsolok, én mondom igen. Igen! Nem! Nem! Rajta! Rajta! Ide! Igen! Mert ez univerzális, igen. Ez evolucionális, antropológikus, továbbá... biológiai állati ösztön, mert mi vagyunk a férfiak. Kaptunk SMS-t. Robi, te is nagyon pöröksz. Szélső közép, régen azt nem kedveltem, de mára már megszerettelek, Smiley. Hát én is nem, Robi, örülök. Nem a kokain miatt pörög. Nem, gyerekek. Efedrin orcsepp miatt. Igen, ne, gyerekek, ugyan, nehogy, nem, ugyan, miért kell ilyeneket, én jó ember vagyok, én nem azért vagyok itt, mert... Na, ez a kisgyerek, akit nem engednek ki a WC-re ebből a bizonyos tévéshowból. Hát ez a médiafasizmusnak a leggyönyörűbb példázata, ami a Magnólia című Paul Thomas Anderson filmben megjelenítődik. Hogyha emlékeztek a Benne leszek a tévében című műsorra,
az mutatta meg a lehető legszebben, hogy ahogyan az átlagember bekerül a tévébe, nyomban cirkuszi állattá változik. Tehát itt arról van szó, hogy megint csak amit említettünk, ami és aki látszik, az játszik. Ás elő magadból valami igazán ordinárét is hitványat. Mert akkor szórakoztató leszel, akkor szórakozni tud rajtad a paraszt, és akkor szeretni fog téged. Tehát így tudod megvásárolni az emberek szeretetét, hogyha valami undorító ocsmányságot lesz föl magadban, és azzal mulattatod őket. Igen, de ez azért van, mert az átlag ember nem képes igazán magas fokú teljesítményt nyújtani, hogyha egyszer csak rászegeződnek a kamerák, tehát nem fog tudni szépen énekelni, vagy hát visszafelé elmondani az egri csillagokat, szóval nem lesz semmi olyan, amivel igazán felhívhatna magára a figyelmet, csak az marad, hogy kivetkőzik magából. De akkor miért akar annyira látszódni? Tehát ha nem tartozik egy teljesítmény a jelenlétéhez, mert ez akkor a kultúra, amiben ma élünk, az minden elé helyezi a hírnevet. Tehát ma egy focista az nagyobb sztár, mint Tolstoj, mert ő látszik, mert képernyőn van. Ma egy akármilyen tátogó énekes, az a legnagyobb sztár, vagy egy politikus, vagy akár valaki csak a reklámban szerepel, már akkor is sztár. Tehát az a lényeg, hogy akit látnak, azt felismerik, és az barátjukként kezelik. Igen. Iszonyatos verseny zajlik az emberek figyelméért, és ebben nem maradhatsz le. Tehát itt erről van szó. Hogyha ebben lemaradsz, akkor szeretetlen maradsz. Emlékezünk vissza a Requiem egy álomért című filmre. Miért? Amit egyébként nem vettünk fel a listánkra, ezt előre mondjuk, bár már legalább 3 vagy 4 listán szerepel. Ott konkrétan addiktív drogként szerepel a tévé. Tehát tételesen. És mi indítja el a folyamatokat a nagyon rossz irányba az édesanyának az életében? Éppen az, hogy benne akar lenni a tévében. Hát, benne leszek a tévében. A lehetősége, érzi, hogy benne lesz, kap egy levelet, hogy benne lesz a tévében. Pontosan ma felhívják telefonon, hogy benne lesz. Na és gyakorlatilag akkor megkapja a lehetőséget arra, hogy megistenüljön. És mindenki meg akar istenülni. Mindenki szeretne 15 perc hírnevet. Mindenki szeretne egy erős negyed órát eltölteni az Olimposzon. És ezzel kísérti meg őt a televízió, és ez indítja el ezt a mélyrepülést, amely a Requiem egy álomért című filmben zajlik. Szóval a 10. helyezettünk a Magnólia című Paul Thomas Anderson film, és a szomorú hősünk a kisgyerek, akit nem engednek ki a WC-re a műsorból, és aki föllázad a médiafasizmus ellen, pedig még 10 éves sincs. A 9. helyezett mai listánkon ez a Quiz Show című film, ami szintén egy kiváló film. Igazából a média hazugságáról szól. Arról, hogy a média hogyan hazudik. És az az állításunk, hogy a média hazudik, ez nem egy filozófikus állítás. Tehát azt lehet gondolni, hogy ez egy ilyen olcsó filozofálgatás, vagy ilyen átvitt értelemben, hogy a média az nem a valóság, hanem az egy közvetítő cső, amin keresztül eljut hozzánk a valóság, és hogy az ne higgyük azt, hogy az valóban a valóság, mert az nem a való valóság, hanem egy tükrözött valóság. Itt ennél sokkal konkrétabbak vagyunk, amikor azt mondjuk, hogy a média hazudik. A média az konkrétan módszeresen meghamisítja a valóságot, elbukó és megdicsőülő hősöket gyárt le nekünk. De miről szól a Quiz Show? Arról szól, hogy van egy szellemi vetélkedő, amit meg van rendezve a szerkesztők által aktuálisan favorizált játékos tudja a kérdéseket előre. Felmerül a kérdés bennem, hogy ez miért baj. Tehát, hogy tudjuk, hogy a film, amit nézünk, az egy fikció, azt úgy rakták nekünk össze, hogy bizonyos hatást váltson ki bennünk. Miért baj, és miért háborodik fel azon az ember, ha egy vetélkedőben ugyanezt látja viszont? Hogy meg van szervezve az élménye, hogy ő jól szórakozzon. Miért ábrándít ki minket, miért háborít fel, hogy nem az nyeri, aki a legokosabb, hanem az, aki tudja a kérdéseket? Miért zavar minket? Ezt én nem tudom. Tehát zavar, azt mondom, hogy rossz, de nem tudom megmondani, hogy miért. Mert a valóságot várjuk el, mert valóságra felelünk. De a cirkuszban sem a valóságot várod el. A filmben sem a valóságot várod el. A híradóban igen, a foci meccsen igen. Ha előtte kimondanák, hogy nem garantáljuk, hogy ez az igazság. De a Monty Python sem mondja ki. Senki. De a Monty Python sem mondja ki. De ott nyilvánvaló. Ott abszurd, ott olyan nyilvánvaló. Egy valami biztos, hogy a média az egy módszeres valósághamisítással él. Mert nem az a cél, tehát nem a tartalomnak az igazságtartalma a cél, hanem a nézettségnek a növelése. És a nézettséget azzal lehet növelni, hogyha a megfelelő dramaturgiai pillanatban, amit pszichológusok mérnek,
buktatsz el hősöket és emelsz fel hősöket. Tehát itt, illetve inkább akkor buktatják el, amikor érzékelik, hogy stagnál, platózott, hát ahogy a filmben mondják. Tehát amikor nem növekszik, hát nem kell pszichológusnak lenni, nem nő a nézettség, ki kell rúgni az illetőt, kész. El kell bukni. És aztán kinek kell műsort adni az adott médiumban, és kinek meg nem. Nyilván egy elegáns, arisztokrata családból származó értelmiséginek, egy jó, gazdag, sőt... Akiben még van lehetőség, ezért, igen, még van benne nézettség. Nem pedig egy ronda zsidónak, aki a külvárosokban lakik, itt egész konkrétan a filmben a Ralph Fiennes és a John Turturro játsza. Megjegyzem, Ralph Fiennes pontosan azt a gusztustalan nyálas figurát alakítja, ami miatt én őt, mint színészt soha nem szerettem. Én világéletemben szerettem, mert mindent el tud játszani. Nem tudom, rettenetes ez ebben a szerepben, és akkor örültem meg neki igazán először életemben, amikor az In Bruges-ben alakította azt az igazi, bunkó, agresszív bérgyilkost. Na akkor jó volt, akkor ez nagyon jó. Írmafia főnököt. Igen, a Harryt. Számomra ebből a filmből az jött le, hogy a média az a népszerűséggel korrumpált. Tehát, hogy van az a csábítás, hogy ismertnek lenni, népszerűnek lenni, akire ráköszönnek az utcán. Nem elsősorban az a lényeg, hogy mennyi pénze van az illetőnek, hanem hogy szeretik. És a szeretet, ez a fajta szeretet, ez már megtartja őt, tehát ez már nem hagyja őt elveszni, elbukni. Neki akkor már mindig lesz munkája, mindig stabil lesz a környezete. És ez az, aminek nem lehet nemet mondani, a szeretetnek, a népszerűségnek. Ezzel korrumpálja az embereket a média, és a filmben szereplő játékosokat, akik annyira ragaszkodnak ehhez az állapothoz, ehhez a droghoz, amit ez nekik ad, ehhez az eufórikus érzéshez. Töltetek még egy közben, igen kérek. Megérdemli. A sztékje milyen? A jó húsnál nincs finomabb. Tudja, Herr Pokoli, épp nézem a minap, a nézettségindexünk. Igen? Szinte hihetetlen, de maga platózott. Platóztam? Hogy? Miféle kifejezés ez? A platózás? Igen. Platózott, ez annyit tesz, hogy... Úgy érti, már nem szerettek? Nem erről van szó. Vagy biztosan a fogaim miatt? Nem, a show már csak ilyen, magát már látták győzni, új arcra vágynak. Ezzel mire céloz? Azt várják, hogy veszítsek. Hát... Szerintem ez érthető. Joe Louis 12 éven át volt bajnok, mégsem akarta senki, hogy veszítsen. Gondoljon a nevelőhatásra. Nevelőhatás? 29 éve várok erre. És most holmi nevelőhatás érdekében ejtsem ki magam? Herbie, figyeljen rám. Csak a segítségét kérem. Nem. Hadd játsszam becsületesen. Hört, könyörgök egy kicsit halkabban. Gyerünk, mondjon egy számot. Bármilyen számot. Kérem, főúr, mondjon egy számot. Hasból, gyorsan. Egy számot? 23. Beethoven 23 évesen komponálta első szonátáját. 23-ban Jack Bentley baseball játékos hihetetlen rekordot állított fel. 23 kromoszoma van egy petesejtben. Herb, én csak... A spermában szintén. Az USA 23. elnöke Benjamin Harrison, a 23. földrajzi osztság... Ezt azonnal hagyja abba. Paul Revere ményének a nevét az életben nem tudta volna megmondani. Kanca. Hogyan? Kanca volt. Emlékszik? Maga akkor veszít, amikor én mondom. Miért épp most? Így állapodtunk meg. Ez megállapodás kérdés. Ha előbb mondja, hogy veszítsek, mondjuk rögtön a legelején. Azt mondom, jó legyen, egye fene, de most? Mit követtem el? Próbáljon meg elvonatkoztatni. A tévé ettől még nem tűnik el. Önnek ettől még lehet jövője. Úgy érti, egy másik showban? Fizetek. Nézze, megteszek minden tőlem telhetőt, de addig is azt ajánlom, beszéljen valakivel. Megadom a pszichiáterem nevét. Állok minden költséget. Szerintem egyszerűen remek lennék egy olyan könnyed, mókás, rihírő showban. Az utolsó téma mozi lesz. Megkérdezzük majd, melyik film kapta az Oscart 1955-ben. Nem fogja tudni. Felelje azt a vízparton. Na nem. 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 Ezt nem teheti. Ezt ne. Vagy 30-szor láttam a Mártit. Csak 2 éve nyert Oscart. Ezt ne tudnám. A zseni, aki a legkönnyebb kérdésen vérzik el, nem érzi, milyen drámai? Drámai? Herb, ebbe bele kell nyugodnia. Könyörgöm, legyen inkább fizika, de ne a Márti, kérem. Ne tegye ezt velem, ez túl megalázó. 70 ezer dollárért egy kicsit meg is alázkodhat. És itt van velünk a mindent mozgató szponzor, a Jerry-tól képviseletében. Martin Scorsese konkrétan. Martin Scorsese játszik a Quiz Show című Robert Redford filmben. Ezt elhiszitek, hogy a Robert Redford a rendező, és a Martin Scorsese meg a színész, aki játszik a filmben. Vicces. Itt a szponzor nagyon jelentős. Ez az 50-es években játszódó film. Itt már itt a kereskedelmi tévézés hajnala. És itt lép be a szponzor a képbe, amelyik a háttérből mozgatja a média történéseit. És ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos szerep, és ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés. A reklám és a műsor viszonya. Mi a cél és mi az eszköz? Én sokáig mindig úgy gondoltam, hogy a
hogy ebben a folyamatban a műsor a cél mégiscsak is a reklám az eszköz. Tehát ahhoz, hogy hozzáférjünk ezekhez a kiváló műsorokhoz, ehhez hát le kell nyelni a békát, és meg kell nézni ezeket a reklámokat, hiszen ezekből készülnek a nagyszerű műsorok, amelyeket nézhetünk. Jóval később jöttem rá, hogy pont fordítva van. Itt éppen a reklám a cél és a műsor az eszköz. A műsornak az a funkciója, hogy reklámbroktól reklámblokkig elhurcoljon minket, és kvázi föntartsa a figyelmünket, de jobb, hogyha az egyik reklámbloktól a másik reklámblokkig lejjebb és lejjebb szállítja az igényszintünket, a befogadásunknak a küszöbét. Annyira, hogy már a reklám a végén már várjam, és már tetszem a reklám. A 19 óra 20 perces reklámot még egy kicsit igényesebb ember nézi meg, mint a 19 óra 40 perces reklámot. És ez a jó benne, hogy közé egy mocsok műsor pont elfér, amivel egyre lejjebb és lejjebb. Tehát és minél... akkor már ne hallgassuk el a reklámzabálók éjszakáját, ami számomra a legalja az egész civilizációnknak, amikor vannak ezek a szutykos reklámok, és akkor mindenki érzi, hogy gáz, hogy ennyi a reklám, és erre kitalálják azt, hogy de hát az legyen egy élmény, az legyen egy kiváltság, az legyen egy ilyen... Az legyen a kulturáltságnak a mércéje, hogy én hogyan fogyasztom reklám a reklámot. Szobálunk. Én akkor elmegyek erre, és akkor én igenis szép és jó és igényes reklámokat fogok nézni két órán keresztül. De milyen gusztustalan ez az egész. De ez nem olyan, mint amikor valakit kidobnak a repülőből, és miközben zuhan lefelé, azt kiabálja, hogy repülök! Ez reklám zabáló vagyok, és milyen jól esik! Hát mivel, hogy úgysem tehetsz mást, mint zabálod a reklámokat, ezért aztán te jó étvágyjal falod a reklámokat. Te neked ez egy inyenc fogás, egész konkrétan. Szóval nagyon sok mindent megmagyaráz ez a szemléletmód váltás, miszerint a reklám a cél és a műsor az eszköz. Legalábbis megmagyarázza azt a felvetést, vajon miért ilyen alantas a tévék ízlésvilága. Hát pontosan ezért ilyen alantas a tévék ízlésvilága ennek az alantasságnak. Ez az alantasság nem pusztán a készítők rossz ízlését tükrözi, ez ennek az alantasságnak funkciója van. Ennek az a funkciója, hogy egyik reklámblokktól a másik reklámblokkig egyre lejjebb és lejjebb szállítsa a ti igényszinteteket. Így történik ez most is. Reméljük, hogy a most következő reklámot már egy kicsit igénytelenebb hallgatóközönség fogja hallgatni. Mi mindent elkövettünk ennek érdekében az elmúlt fél óra során. Kaptunk egy pár SMS-t. Sziasztok, nem sokára divatba jön a bucis extázi. Stolbucis extázi? Azt írja a kedves hallgató, azért próbáljátok ki a bucis ekit, mert eddig sosem tapasztalt műsorvezetői magasságokba repít benneteket, írja nekünk Laci. Kérdés, hogy szeretnénk oda repülni. Az van, hogyha az ember nagyon magasra repül, onnan nagyon nagyot lehet esni, nagyon nagyot lehet zúgni. Igen, amikor lejössz a bucis ekiről, akkor nagyon nagyot esel pofára. Undorító módon a tévében rákényszerítenek a reklám nézésére. Például ki van írva, hogy a film 20 óra 05-kor kezdődik, de mikor oda kapcsolsz, javában tart a reklámblokk, és nem tudod meddig. Arról már nem is beszélve, hogy korán sem jó pofa kreatív hirdetéseket közölnek. Igen, na ez az, amikor nem tekintenek partnernek, tehát nem arról van szó, hogy a te szórakoztatásodra filmet vetítenek, hanem arra, hogy bepaliznak, rávesznek, hogy te nézd a reklámjaikat, azt hazudják, hogy ekkor kezdődik a film, tehát valójában lenéznek téged. Azt gondolják, hogy az nem lesz jó, hogyha te tudod, hogy a film pontosan mikor kezdődik, az lesz a jó, ha hülye barom módjára odaülsz és nézed a reklámot, és ez kínos szerintem. Ezt én nem tenném a fogyasztóimmal. Na, akkor lássuk csak, hogy hogyan haladunk ezen a listán, amelyen a 10. a Magnólia volt, a 9. pedig a Quiz Show. Ez a lista a mi szerintünk 10 leghatásosabb médiakritikus filmet tartalmazza. Mai listánk 8. helyének birtokosa a Játékos című film, amelyet a Robert Altman rendezett, és a Tim Robbins játssza a főszerepet. Egyébként a Tim Robbins, mint rendező, az én meggyőződésem szerint egy Robert Altman tanítvány. És rendezőnek egyébként jobb, mint színésznek. Tehát színésznek úgyhogy színésznek is kiváló. De azért rendezőnek jobb. Rendezőnek egészen fantasztikus. Itt elég megemlíteni akár a Bob Roberts, akár a Mencs meg Uram című filmeket. És hát a Bob Roberts is erősen arról szól, hogy hogyan manipuláljuk és hogyan hazudjunk az embereknek. Igen, igen, az is egy médiakritikus film. Szóval a Játékos című film, amely hát egy új aspektust vonunk be ezzel, egy hollywoodi producernek az életébe. Egyébként Robert Altman iszonyú jól mutatja be ezeket a kulissza mögött zajló dolgokat, a benfentességet, a Pret-a-Porter is erről szól, és a Játékos is arról, hogy milyen kapcsolatok kusza szövevényes hálózata az, ami szükséges ahhoz, hogy az ember elérjen valamit ezekben a körökben, hogy kapcsolat nélkül semmi vagy. Tehát ott
van a mi producerünk, akihez özönlenek az ajánlatok megfilmesítésre váró forgatókönyvek, és hát ő így szórja ki őket, ugye hát megteheti hatalmában, mindenkivel jóban van, és iszonyatosan sokan szeretnének ebbe a körbe bekerülni, de hát nem lehet. Tehát ha nincs kapcsolatod, akkor nem lesz. Akkor nem fogják megfilmesíteni a forgatókönyvedet. Egy esélyed van, hogyha sikerül valahogy a markodba kapni ezt a producert, akkor persze azonnal filmez valahogy a forgatókönyvedből. Ha zsarolási pozícióba kerülsz, és aztán mi lesz a forgatókönyv? Az, hogy egy tehetséges forgatókönyvíró hogyan kapta el egy producernek a tökét, mire hivatkozva tudja megfilmesíteni a saját forgatókönyvét, amiről fog szólni később a film. Tehát a játékos az egy hasonló film, mint amilyen film, például a Philip Kaufmannak volt egy ilyen forgatókönyve. Nem, a... Hogyha jól emlékszem. Charlie Kaufmannak volt az adaptáció. Na, az zseniális, ugye nagyjából erről szól egyébként. Nagyon hasonló, igen. A játékos az arról szól, hogy hogyan készült a játékos című film. Kellett hozzá egy gyilkosság, egy szerencsétlen gyilkosság, igen. Egyébként, különben nem lett volna film ebből a forgatókönyvből. Mire eljutsz a film végére, elkezdődik a filmnek a forgatása, annak a filmnek a forgatása, amit most néztél végig. Zseniális, szerintem. Zseniális. És hát a producerünk a végén megkérdezi az írótól, mert akkor ugye hát éppen leszerződnek így telefonon, hogy akkor ebből film lesz, és megkérdezi, hogy és happy end lesz? Tehát, hogy a producert, aki és megölte, nem ítélik el, és mondta, hogy hát 1 millióba kerül a forgatókönyv, ha ez garantálja, akkor én garantálom, hogy happy end lesz a végén. Tehát, hogy nem írja bele ezt, hogy igen, nem buktatja le. Igen, akkor nem bukik le a végén a producer, és akkor a producer, mire a végén meggyőződik a producer arról, hogy biztonságban van a segge, és nem fogják lebuktatni, és elkezdődhet a forgatás, és beemelheti ebbe a belső körbe, ebbe a VIP szektorba azt a forgatókönyvírót, aki őt eddig zsarolta, hogy filmesítse meg azt a sztorit, amely sztorit ő írt abból, amit megtudott a producerről, addigra el is készül a happy end. Tehát az a happy end, hogy a mi producerünk megnyugszik, hogy happy end van a film végén, tehát elkezdődhet a forgatása annak a filmnek, amely végül azzal a happy enddel zárul, amit most néztél végig. Tehát, hogy ez akkora élmény. Csodálatos. Tényleg egyébként Altman filmjeit azért is érdemes nézni, mert iszonyú sok utalással rakja tele. Tehát ez nem csak egy olyan film, ami erről a történetről szól, hanem hihetetlen mennyiségű ilyen finom képi utalás van más filmekre, más filmesekre, más rendezőkre, mindenhol folyton poszterek vannak, ezért is jó terep Hollywood, folyton filmes jelenetek, film a filmben, tehát nagyon jó, mindenképpen érdemes. Arról szól, hogy micsoda mocsokban és szennyben fogantatnak, mint azok a kulturális termékek, amelyeket mi is itt ajánlunk rendszeresen minden hétvégén 3-tól 5-ig, tehát hogy ez a producering business, ez micsoda egy szennyes közeg, és hogy milyen mértékben korrumpál mindenkit. Tehát itt ebben a sztoriban mindvégig úgy tűnt, hogy van egy jó pólus, meg egy rossz pólus. Ugye a jó az a fel nem fedezett forgatókönyvíró, akivel azonosulni tudunk, és akinek elvei vannak, és jön hozza a zseniét, és hozza a méről feltörő tehetségét, és van ez az elkényelmesedett, korrupt, moskos producer, aki pedig hát nem nagyon akarja őt beengedni ebbe az elit klubba. Iszonyatosan képmutató, és végig hazudja az egész filmet. Igen. Olyan szinten, hogy teljes lelki nyugalommal tud a meggyilkolt írónak a csajával összejönni, és aztán vele élni. Tehát ilyen fú, de szemét állat. Legnagyobb gennyes alakot játszik. Mocskos állat, igen, de a Tim Robbins mindig is tudott ilyen jót játszani, mert a Rövidre vágva című filmben is ugyanezt a mocskos szemét rohadékot játsza. De az ilyen kis stílű rohadékot, tehát nem is az igazán ilyen figyelemre méltó, nem fogalmazunk úgy, hogy Michael Corleone-t, vagy valakit, akit érdemes megvetni. Nem, ez még csak az se. És a végére mindenki korrumpálódik, és mindenki lealjasodik a filmben. A Játékos című film az egy brilliáns film, egy nagyon keményen Hollywood kritikus film, és hogyha a média kritikáról beszélünk, akkor hát Hollywood az élen jár ebben a na most itt viszont feltettem a kérdést a műsor elején, hogy melyik filmben említik Frank Caprát, illetve melyik két filmben, ez az egyik, nem tudtatok válaszolni rá, de ha másikat még kitalálhatjátok, kíváncsi vagyok, hogy sikerül, abban rengetegszer elhangzik. Kaptunk egy megfejtést egyébként, Mr. Smith Goes to Washington, Becsületből Jeles, ezt a magyar címet kapta János megfejtése szerint az a film, amelyben Frank Capra neve elhangzik, nem szerepel a listánkon, további két akkor ez egy harmadik szok, film. Igen, ez egy harmadik a lényeg, film. Hogy van még egy film, ami rajta lesz a listánkon, annyit elárulok, hogy itt is film a filmben van, tehát itt is az van, hogy van egy film, és azon belül is forgatnak egy filmet
amatőrök, hát ha segít. Szóval következik a következő, az ezt követő. Ki hitte volna, hogy a következő következik? Na ezért nem, érdemes a 98-6-os frekvenciát hallgatni. Hogy micsoda nyelvi leleménnyel. Itt aztán a következő következik, nem úgy, mint máshol. A 10. helyen a Magnólia, a 9. a Quiz Show, a 8. a Játékos, és innen folytatódunk. A 7. ne te magad légy. A 7. nem más, mint a 15 perc hírnév című film. Mit mondjak erre? De Niro játszik benne, és aki a De Nirót kedveli, az el lesz keseredve ennek a filmnek a láttán. De na most spoilerezel? Egy kicsit. Egyébként szerintem el lehet mondani, mert ettől nem lesz rosszabb a film. Ettől nem lesz rosszabb a film. Hát annyira arcul csapós, na jó, akkor egy kicsit halkítsátok le a rádiókészüléket a következő 20 másodpercre, hogyha meg akarjátok nézni a 15 perc hírnév című filmet, és nem akarjátok. És nem akarjátok azt tudni, hogy... Na most már ugye lehalkítottátok a készüléket. Annyira jó, mert a De Niro ebben a filmben az abszolút címlapsztár, az abszolút hős. Az igazi celeb, de tényleg igen, legnagyobb celeb. Igen, és nagyon-nagyon menő, halálosan irigylésre méltó és imádott médiasztár, szuperhekus. És a film közepén olyan nyomorúságos módon és annyira váratlanul. Az egész film szellemiségének, az egész film sodrásának annyira ellentmódó módon pusztul el, és akkor még csak a filmnek a fele van. Tehát, hogy beavat minket egy valóságba a film, amely a médiában, médiának nagyon keményen ellentmód. Igen, mindenképpen az van, hogy a néző így átradőr, hogy ez most mi volt? Hogy, most meghalt a De Niro? És a temetését látjuk, és nagyon tetszik az a kép, hogy a jaj, most már visszahangosították 20 másodperc eltelt. Na mindegy. Szóval, hogy nagyon tetszik az a kép. Nem érdekel így... minket, mert mi vagyunk a média. Elmondhatok. Nem tetszik, ne hallgassátok. Bármit mondhatok. Ott a távszabályzó. Nem tetszik, elkapcsolhattok. Na, szóval, tehát mutatják a temetését, és akkor így behajol a képbe az Oleg, az orosz mafiózó, és így mondja, hogy tragédia, minden filmben szükség van egy ilyenre. Tehát, hogy így azonnal leleplezik, tehát amikor éppen együtt éreznénk ezzel, és éppen éreznénk a drámát, akkor így kikacsint a képből, hogy gyerekek, most manipulálva vagytok, és ne szopjátok be ezt. Na most annyira nem következik ez a dolog, ez az eset, hogy egy főhős az vagy a filmnek a legvégén hal meg, vagy nem hal meg. De úgy, hogy még sehol nem tartunk a cselekményben, és hopp elpusztul, és utána még javában egy csomó minden fog történni, meg amit akarsz. Tehát, hogy ez tényleg nagyon-nagyon-nagyon bejövős. Az is nagyon jó egyébként, tehát több klisét is felrúg a rendező, aki egyébként ki is, John Hertzfeld. Amikor a végén a mindent lekamerázó Oleg, az meghal. Aztán így felnéz, hogy jó volt, jól csináltam, és akkor így az emberek így ott állnak körülötte, így látják, hogy meghalt, és akkor felnéz, hogy jó volt, akkor így néznek, hogy igen, és akkor aztán meghal valóban. Tehát, hogy neki ez kell, az, hogy a filmjét még be tudja fejezni, hogy az jó legyen. Igen, igen. Na most, hogy hol végződik a valóság, és hol kezdődik a média, és hogy ezek a dolgok nem tudnak, ez a két halmaz nem tud akadálytalanul egymásra csúszni. Na, ezt mutatja nagyon jól ez a film. Fantasztikus ez ebben a filmben, tehát szerintem az összes közül, illetve hát bocsánat nem, mert még nagyon-nagyon erős filmjeink vannak, de én ebben éreztem azt, hogy olyan mérhetetlen, brutális keménységgel jön át a médiakritika, tehát ahol minden szennyét és mocskát teríti ki elénk, hogy ezt csinálják veletek, ezt próbálják veletek megetetni, és hogy ilyen emberek ezek, tehát hogy ennyire szörnyetegek komolyan. Van ez a... nem is tudom, mi a filmben a címe annak a showműsornak, ami ebből él, hogy ezeket a szörnyű híreket hozza el, amik ugye hírek, de valójában meg meggyártott, legyártott és megvásárolt bűncselekmények. Nem, hát ez a reality, ez a bűnügyi reality intézménye. Igen, borzalmas az ember, aki ezt az egészet vezeti, tehát igazán nagy képmutató genyláda, és nézzétek meg, mert ilyet nem láttatok még, tehát ilyen leleplezés. Nem, hát itt arról van szó, hogy a reality TV az összemossa a valóságot és a fikciót, tehát valódi halálesetek történnek benne, de tévé erőszakká silányítva. Tehát a halálnak iszonyatos drámája van, de a reality TV-ben nem. A reality TV-ben a reklámblokkig még van 15 másodperc, és az alatt a 15 másodperc alatt tud megtörténni veled valami sokk, és utána a te iszonyatosan kitágult pupillátba ömöljön bele az időszemcsés mosópor. És hát itt van ez a mi műsorvezetőnk, akinek állítólag a legjobb barátja volt az Eddie, aki meghalt,
de azonnal leadja a műsorában a halálát, ami tényleg ember alatti, és nagyon, nagyon megalázó az, ahogy ott szerencsétlen kimúlik a hátára kötözött székkel, ahogy próbál forgolódni. Tényleg nagyon-nagyon szörnyen néz ki szerencsétlen, de hát ugye a legjobb barátja, hát mit számít, hiszen neki ebből most óriási nézettsége lesz, tehát kötelességének érzi leadni. Talán Eddie se döntene másképp. Talán Eddie is örülne, hogyha éppen nem bugyborékolna fel a torkából a vér. De most éppen nem örül neki, de tudja, hogy ez így helyes talán még, hogyha tudna erre figyelni attól, hogy mondjuk át van lyukatva a tüdeje. Hát igen. A 15 perc hírnév az ebben a témakörben, ebben a médiakritikai témakörben mindenféleképpen egy fontos darab. És hát ugye akkor eljutottunk oda, hogy ebben a filmben hangzik el Frank Capra neve, ez a második, illetve a harmadik film, de hát több már nem lesz, úgyhogy ezt a dolgot már nem emlegetem. Egy valami biztos, hogy ez a 2001-es 121 percen keresztül tartó film a John Hertzfeldnek a rendezésében és a Robert De Niroval a főszerepben mindenféleképpen egy ajánlott kategória. Nálunk itt és most a hetedik. A toplista mai hatodik helyezettje. Ez az Amikor a farok csóválja című film. Hát igen, ez egy klasszikus darab. És hát mennyire jókor jött. Most képzeljétek el, hogy ez egy 97-es film. Arról szól, hogy az elnök újraválasztásért küzd, második elnöki ciklusában. Ciklusáért, és szexbotrányba keveredik, és kitalálják, hogy kell egy háború, támadjuk meg Albániát, mert akkor nem a szexbotrányról beszélnek. Na most, 97-es a film. 98-ban Bill Clintont megválasztották másodjára, szexbotrányba keveredett, és még 98-ban megtámadták Koszovót, pontosabban Szerbiát, de Koszovó miatt, ahol albánok élnek. Annyira hihetetlen módon stimmelt ez a film, és arról szól egyébként, hogy hogyan gyártják le nekünk az alternatív valóságot, hogyan vernek át minket a média segítségével, és egyszer csak ugyanez megtörténik, aztán innentől kezdve az ember vagy elhiszi, vagy nem, hogy tényleg támadták Szerbiát. Amikor én láttam a Barry Levinsonnak a filmjét, akkor én azt hittem, hogy ez lehetetlen, hogy ilyen nem létezik. Tehát, hogy ilyen filmet nem lehet csinálni. Ezt nem lehetett, ezt nem lehet leforgatni, ezt nem engednék. És fantasztikus, hogy igen. És egy kicsit óvatos mozdulattal kalapot kell, hogy emeljünk a nyugati demokráciák előtt. Ez az amerikai filmgyártás, tehát az a igen. Durva, hogy azért ez is benne van. Igen, és ezt nem hallgathatjuk el. Hogy igenis, itt nyugaton ezt meg lehet tenni. És akkor most képzeljük el az iszlámban ugyanezt. Hát, mi járna annak, aki ezt megkísérelni? Semmi nyilvános kövezés. Igen, vagy fölkötnék, vagy az Isten tudja. Vagy képzeljük el Kínában ugyanezt. Nem jutnál el odáig, hogy ebből forgatókönyv legyen. Tehát ezt azért nem lehet elképzelni, mert az első egy-két géppelt oldal után tűnnél el. Tisztelegjünk egy kicsit a nyugati demokráciák előtt, de nem gyakran szoktunk. Nem jellemző ránk, de talán itt most ennyi ebből elég is volt. Egy valami biztos, hogy a Dustin Hoffman és a Robert De Niro olyan tökéletes páros ebben a fantasztikusak, de komolyan, én ritkán szoktam ezt mondani, mind a két színész óriási, és amit meg ebben művelnek, az meg aztán tökéletes, és akkor még bejön a képbe Woody Harrelson, aki meg külön személyes kedvencem, tehát nagyon-nagyon jó. Szerepében, igen. Hát igen, az Amikor a farok csóválja, az egy olyan film, amit ha nem láttatok, és egy kicsit is érdeklődtök a politika, és egy kicsit is érdeklődtök a média, és egy kicsit is érdeklődtök a hatalmi manipuláció és a tömegkommunikáció hazugsága iránt, akkor kötelező érvénnyel meg kell, hogy nézzétek. Mr. Lévi, az albán helyzet kapcsolatba hozható az iszlám fundamentalisták mozgolódását? Na látja, már kapizsgálják. Az említett ország segítség. Segítség. Léteznek fundamentalista mozgalmak, mint tudjuk, az említett környéken. Tényleg maga agyalta ki? Problematikus a helyzet. És mit akar, mit mondjon a srác? Információt azonnal eljuttatunk önökhöz, amely az említett csoportokra vonatkozik. Elnézést. Jelenleg nincs tudomásunk iszlám fundamentalisták mozgolódásáról. Tudomásunk szerint, mondja azt, hogy tudom, hogy mind aggódunk az elnökért, biztos vagyok benne, hogy mind imádkozunk érte. Lévi, mondja azt, hogy tudom, hogy mind aggódunk az elnökért, biztos vagyok benne, hogy mind imádkozunk érte. A közvéleményt. Én csak annyit tennék hozzá, hogy tudom, hogy mind aggódunk az elnökért, és... hogy imádkozunk érte. Nem pontosan idézte. Nem éli bele magát. Köszönöm szépen. Itt arról van szó, hogy kitalálnak egy háborút, megrendezik, megetetik mindenkivel, és besöprik a választási győzelmet, és mi azt hisszük nézők, és a filmben is sokan,
persze a kvalifikálatlanabbak és az önbizalom hiányosabbak, hogy ezt nem lehet megcsinálni, ilyet nem lehet megcsinálni. Holott közben egy valaki, a Conrad Breen, akit a Robert De Niro játszik, aki az elnöknek a jobb keze, ebben a filmben az elnöknek az ökle, vagy inkább az elnöknek a manipuláló kis varázslója. Kis varázslója. Aki végig tudja, hogy dehogy is nem lehet megcsinálni, bármit meg lehet. Annyira magabiztos, tehát ő tényleg azzal a tapasztalattal, hogy ezt már régenék is megcsinálták, hogy így bármit, tehát igazából most ha azt kell, hogy mondja a kormányszóvivő éppen élőben, hogy ezt meg ezt, akkor bemondja fülébe, és már mondja is, már jön is. Kell egy áldozat, egy kislány, aki nagyon rémült, riadtan jön a kezében egy cicával, cica nagyon jó lesz. Cica kell neki, és fehér legyen a cica, ez ragaszkodik az elnök. Igen, csak mondjuk csipszes zacskó van a kezében, akkor most mit csináljunk? Hát cica kell a kezébe, hát nem lehet, hát nem baj, majd utólag kicseréljük, jó. Persze, a hátteret is úgy válogatják össze, tehát igazából az egész úgy, ahogy van az egész hír, amire az egész háborút alapozzák, az megvan, az le van gyártva. És hát ugye mondják, kell a háborúnak szlogene, hogy legyen, kell valami zenéje, hogy legyen. Felépítik az egészet, mintha egy terméket adnának el, végül is azt, egy háborút. Hát ezúttal nem egy fogyasztási cikket, mondjuk nem egy autót árulnak, vagy nem egy banki szolgáltatást, nem egy filmet hoznak létre, de hát mindezeknek meg kell, hogy legyenek az arculat jellemei, egy háborúval sincs ez másképp. És hát mi egy háborúban, mi itt ebben a háborúban a legfőbb érv, a terrorizmus is. Jaj, nem is tudom, hányszor hallottam én az elmúlt 10 évben azt, hogy terrorizmus, tehát hogy mennyire nem tudtak túllépni ezen, mennyire nem találtak semmit azóta sem, csak ez maradt, hogy terrorizmus, ezért kell háborúznunk. Ebben a filmben minden a helyén van, tehát egy olyan film, ahol a főszerepeket Dustin Hoffman és Robert De Niro játsz, egy olyan film, ahol a zeneszerző Mark Knopfler, és ahol a rendező Barry Levinson. Hát nem tudunk mint mondani, halleluja, hogy ez a film elkészülhetett, és hát semmi más dolgunk nincsen, mint leborulni a Barry Levinsonnak a nagysága, nem csak a rendezői nagysága, mert azt most hagyjuk, a bátorsága előtt, hogy ezt a filmet lemerte forgatni. A mai napon az 5. helyi kúszott listánkon. Ez a film a komédia királya, a Martin Scorsese-nek a fantasztikus film szatírája, a sztárságról, meg a sztárrá válásról. Hogy kiből lehet sztár? Hát ez a sztori az arról szól, hogy a sztárságnak nincsen más feltétele, csak a képernyős jelenlét. Tehát a Találkozások magazin az RTL Klubban az jó példa erre. Ki a sztár? Az a sztár, aki a Találkozások magazinban szerepel. Teljesen mindegy, hogy letette már valamit. Teljesen mindegy, hogy egyáltalán egy ilyen ostoba modell vagy bárki szerepel valamelyik főzős műsorban, vagy bárhol, akkor sztár, hiszen ő a sztárokat gyártjuk futószalagon. Tehát, itt azért a főhősünknek kell hozzá a hihetetlen kitartása is, persze szerencséje is kell, hogy képernyőre kerülhessen, de alapvetően arról van szó, hogy ő a fejébe vette, hogy sztár lesz, és ettől nem tágít, és semmi nem állhat az útjába. Tehát ha kell, akkor el fogja rabolni a műsorvezetőjét, vagy producerét, igen, vagy csinál, igen, igen. És beáll a helyére, tehát hogy ő mindenképpen képernyő lesz. Hát igen, a showman. Na, az milyen jelenet, amikor ez a Jerry Langford, akit egyébként a Jerry Louise nevű amúgy showman játszik a filmben, tehát önmagát játsza, amikor sétál az utcán, és ott büszkén sétál, és a tetőről az építkezésen dolgozók így kiabálnak, hogy Jerry, hello Jerry, és akkor visszaintegek mindenkinek, és jön egy nő, és alá akar iratni vele, kér egy autogramot a lányának, vagy a lánya kórházban, vagy valami ilyesmi, és mondja, hogy ne haragudjon, most nincs időm. És abban a pillanatban a nő így elkezd üvöltözni vele, hogy legyen rákos! Remélem rákos lesz! De a hírnév az ilyen, hogy a hírnév az imádatból a gyűlöletbe egy pillanat alatt tud átcsapni, igazából te egy ikon vagy, na egy de ikon, azért, amit egyesek imádnak, mások gyűlölnek, de nincs azért, kvalitása, nincs minősége a te szeretetednek, mert semmit nem tettél de érte van, igazán. De van, mert azért ilyen, mert az ember a képernyőn folyton képmutató módon azt adja elő, hogy ő mennyire szeret minket, és hogy ő hogy szolgál minket, mert ő a mi legjobb barátunk és szolgánk, de persze, amikor már autogramot kérsz tőle, akkor azonnal lekezel, és azonnal senki vagy, míg addig a képernyőről folyton azt látod, hogy ő téged szeret. És persze, hogy elkezdesz felüvöltözni, hát rájössz, hogy át vagy verve. Tehát, hogy ő téged nem szeret, neki egy senki vagy. Annál értelmesebben nem tudjuk elmondani, hogy ez mennyire zsákutca, ez a világ, mint hogyha Vörös Sándornak a hírvágyról szóló sorait olvasom föl. Ne kívánd azt, amit általában hírnévnek, dicsőségnek neveznek, mert a híres emberek kirakatban tarkállanak, mint egy halom sütemény, s a kíváncsiság légyfelhőként lepi és mocskolja őket. A hírnév nem dicsőség, hanem nyomorúság és megaláztatás. Ne kívánd azt, amit általában örök hírnévnek, halhatatlanságnak neveznek, mert semmit nem érsz vele, ha emléket holtod után is megmarad a jövő nemzedékek emlékezetében, mint összeszáradt múmia a piramisban. Amit nagy emberek halhatatlanságának mondanak, nem örök élet, még csak nem is örök emlékezetesség, hanem pár száz vagy pár ezer évvel későbbre halasztódó feledés.
Figyeld el lassúbb feledésre jutottakat. Szikkadt porosodó változatlanságuk mi félelmetes. Királyi csend az övék. Arany és ezüst kripta csend. Nem az életük, hanem a haláluk nyúlik évszázadokra vagy évtizedekre. Dicsőségedet és halhatatlanságodat ne embertársaitól reméld, mert benned van, vagy benned nincsen. Az európai ember nem akar akkora lenni, hogy létének teljes lehetőségét betöltse. Csak mint egy jókora világító torony, mely eltűnik az éjszakában. Ne elégedj meg a mérhetővel, csupán a teljes nagyságra törekedj. A nevem Rupert Pupkin. Cliftonban születtem, New Jerseyben. Akkoriban ez még nem számított bűncselekménynek. Van itt még valaki Cliftonból? Hogy ne érezzem magamat egyedül. Azzal a szomorú vallomással kezdem, hogy a szüleimnek nem telt egy rendes gyerekkor a Cliftonban. De a helyzet az, hogy Cliftonban nincsenek igazán szegények, mert aki egy bizonyos szint alá süllyed, az száműzik a városból. Azért arra futott a szüleimnek, hogy a kórházból kiváltsanak, mégpedig kézpénzért. Igaz, hogy mindjárt vissza is vittek, mint hibás árut. Azért valahogy felnőttem, mint mások, hála anyámnak. Ha most itt lenne, azt mondanám neki, de mama, hogy kerülsz te ide, meghaltál 9 éve? De komolyan, látniuk kellett volna az anyámat, csodaszép volt, szőke, gyönyörű, intelligens, alkoholista. Együtt kávézgattunk iskola után. Én jól laktam, ő bekávézott. Egyszer megbüntették gyorshajtásért, pedig csak 50-nel ment ma, jó, de garázsban? És a Komédia királya című filmet ajánljuk nektek, ami hát az nekem egy frenetikus élmény volt. Én a Martin Scorsese-nek minden filmjét szeretem, viszont itt egy új arcát látjátok, mert hogy ez egy vígjáték. A Martin Scorsese-nek ez az egyetlen vígjátéka, a Komédia királya, és hatalmas. Tényleg, tényleg hatalmas. Bár, a De Niro, szintén De Niro a főszerepben. De gyakran használ ilyen vígjátékos elemeket, tehát mindig vannak a hülye mafiózók, akik ott ostobaságokról fecsegnek füstös pincékben, és az mindig viccesek a maguk módján. Igen, de az nem, az sem, azért nem vígjáték. Nem vígjáték, igen. Láthatóan jól kezeli ezt a stílust. De itt a De Niro egy olyan karaktert hoz, amit nem láthattatok. Na igen, De Niro egy teljesen új arca, igen. Még egy másik van az Ébredésekben, de alapvetően egyébként ezen a két filmen kívül szinte mindig ugyanazt alakítja. Hát ez sem igaz, de én nem hinném, hogy ez így lenne a De Niro, az rengetegféle karaktert hoz. Jó, de 90%-ban az elfolytott agressziótól küzdő elmebeteget játsza. Hát ezt nagyon szeretik tőle. Igen, na most itt a De Niro, az nem tudok rá ismerni egész konkrétan. A sérója is, meg van egy bajsza, olyan nagyon kedvelem ebben a filmben. Nagyon kulturáltan játszik. Az amerikai álomnak ez az Uber foka, amiben itt konkrétan Rupert Pupkin, ahova be akar jutni, ahova föl akar jutni a csúcsra. Ez a show az amerikai álomnak az Uber foka. Nem véletlen, hogy a Requiem egy álomért című filmben ugyanez a célja a Sarah Goldfarbnak, ami itt a Rupert Pupkinnak, bekerülni a showba. A hírnév az a megistenülés egyetlen kritériuma lett. Tehát ténylegesen a show az az isteneknek a lakhelye. Ez a legnagyobb drog. Na, erről van szó, a média csinálók azok az új Olimposznak a vámszedői, és nagyon szűk marokkal mérnek. És ez a tragédiája a Sarah Goldfarbnak a Requiem egy álomért című filmben, és ez lesz a majdnem a tragédiája a Rupert Pupkinnak, csak Rupert Pupkin az kiharcolja magának. Hát van egy jó húzása azért, igen, szóval igen, van egy zseniális ötlet. Hát ezáltal válik vígjátékká egyébként, különben annyira tragikus, annyira nyomorúságos az egész. Tulajdonképpen Rupert Pupkin egy nagyon-nagyon hasonló figura a taxisofőrhöz, Travis Bickle-höz. Csak a különbség csak az... nem kell odáig eljutnia. Igen, de szintén valaki, aki cserben hagyott az amerikai álom. Csak ami ott Vietnám, az itt a média. És ami ott az erőszak, az itt is valami erőszak, valamiféle erőszak, de valami sokkal szelídebb. Tolerálható határon belül marad valahogy, megérthető még. Ott az éles pisztoly, itt meg egy vízipisztoly, az ami bejátszik a képbe. Szóval a Komédia királyát az kötelező érvényel ajánljuk megint csak ez a... Még azért oda térjünk vissza, hogy amikor a műsorvezetőt ott hagyja azzal a csajjal egy estére, az azért kemény erőszak. Tehát az egy nagyon nagy büntetés. Látnotok kell a Komédia királya című filmet. Csak nem dobogót érő helyezés. Épp hogy leszorult a negyedik.
A negyedik helyezett Orson Welles Aranypolgár című filmje. Az Aranypolgár az egy korszakalkotó film, egy új korszakot nyit meg. Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy az Orson Welles az mekkora média guru volt. Nem is lehet szavakkal hangsúlyozni, de ha megnézitek a filmet, ami 1941-ben készült, akkor rájöttök, hogy tényleg ez az ember egy zseni volt. Olyan szinten talált a fején a szöget, és annyira tökéletesen van ez a film megalkotva, hogy évtizedekig még ebből táplálkozott a világ filmgyártása. Tehát egyszerűen úgy kikövezte az utat, hogy utána nem lehetett másfelé menni, csak arra. A múlt héten Xanaduban került sor 1941 legnagyobb s legkülönlegesebb temetésére. Itt helyezték örök nyugalomra Xanadu urát, századunk nagy alakját, Amerika Kublai Kánját, Charles Foster Kane. 44 millió amerikai újságolvasónak a lapjaiban szereplő neveknél is érdekesebb volt maga Kane, nemzedékünk s minden nemzedékek legnagyobb sajtómágnása. Alacsonyan kezdte, egy halódó napilapnál, s dicsősége tetőfokán a Kane birodalom 37 újságot, 2 szindikátust s egy rádióhálózatot foglalt magában. Ez utóbbi külön birodalom volt a hatalmas birodalomban, amelyhez tartoztak még élelmiszerüzletek, papírgyárak, bérházak, gyárak, erdők, óceánjáróhajók is. E birodalmat 50 éven át táplálta kiapadhatatlan aranyfolyamával a föld harmadik legnagyobb aranybányája. Kevés magánélet volt nyilvánosabb. Kétszer nősült, kétszer vált el. Első felesége az elnök unokahúga volt, Emily Norton, aki 1916-ban elhagyta, majd 1918-ban fiúkkal együtt autóbalesetben meghalt. 16 évvel első házasság kötése és 2 héttel első válása után Kane a New Jersey állambeli Trentonban feleségül vette Susan Alexander énekesnőt. Neki az egykori opera énekesnőnek építette Kane a Chicagói Városi Operaházat. 3 millió dollárba került. Susan Alexandernek szánta a válásukkor még épülőfélben lévő s mindmáig befejezetlen Xanadut is. Mennyibe került? Nincs ember, aki megmondhatná. A politikában mindig koszorús lány volt, sohasem menyasszony. Bármi erőteljesen formálta is a közvélemény, soha életében nem választották meg semmiféle politikai tisztségre. Pedig volt idő, amikor a kénlapok olyan erőt jelentettek, hogy Kén már csak nem magáénak érezhette a győzelmet. 1916-ban független kormányzó jelöltként indult. Maga mögött tudhatta az állam legjelentősebb személyiségeinek támogatását, s a Fehérház tündökletes politikai karrierje következő, könnyen elérhető fokának tűnt, amikor hirtelen a választás előtt egy héttel szégyen teljes kudarc érte. Rajta kapták egy énekesnővel szerelmi készkülben. Ez a vereség 20 évre visszavetette a reformok ügyét, s örökre elvágta Charles Foster Kane politikai esélyeit. Charles Foster Kane a média mogul, aki az új világnak a hőse, annak az új világnak, ami éppen akkor született, amikor ez a film készült, akkor még szó nem volt ilyesmiről, hogy negyedik hatalmi ág a média, meg ilyenek. Ez a film és az Orson Welles olyan mértékben előzte meg a korát, és olyan, nem csak arról beszélek, hogy a film milyen minőségben készült el, hanem hogy milyen erőteljes jelentést hordoz, és milyen üzenetet. És hogy a mai napig mennyire aktuális, tehát hogy ez nem egy olyan igazság, ami így mindenki számára evidens, és hogy úgy legyintünk, hogy jaj, de hát én ezt tudtam már, hanem hogy így megnézed, és úristen, ez tényleg ez ma is történhetne, és ez ma pontosan ugyanígy igaz. Maximálisan érvényes. A sztori arról szól, hogy újságírók kutatnak azután, újságírók, hangsúlyozom, hogy az aranypolgárnak, a Kane polgártársnak, a film eredeti címe szerint, mi lehetett az utolsó szava, mire utalhatott a rózsabimbó. És ebből egy szalagcímet akarnak gyártani. Ezt le akarják képezni egyetlen egy médiaképes állítással az egész életét. Le akarják egyszerűsíteni. És pontosan ez az, amit a média csinál. Pontosan ez az, ahol a média meghamisítja a valóságunkat, hogy Charles Foster Kane egész élete egyetlen egy szóból kibomlik-e. És a film tanulsága az, hogy nem, a világ az 100 000 millió vonatkozásból és elemből épül össze. Milliószor komplexebb és milliószor összetettebb, mint amit egy média állításban
ebbe össze lehetne foglalni. De az az igazság, hogy kibomlik, csak rejtve marad az újságírók elől, tehát a végén látjuk azt a szánkót, amit a tűzbe dobnak, ami az ő... De most ebből kibomlik valami? Hát igen, hogy az ő tiszta gyerekkorára, az ő ártatlanságára való visszaemlékezés lehetett. Amikor még csóringár volt. Meg gyerek volt, tehát tiszta volt, és mentes volt azoktól a dolgoktól, amik az évek alatt rárakódtak, és amik megfertőzték, és bemocskolták. Ez egy médiaképes állítás? Hát nyilván nem, és pláne nem annak a médiának, amelyik szenzációra vadász, és nem ezt szerette volna közölni. Az viszont mindenképpen fantasztikus, ahogyan ez a Kane birodalom, ahogy lerajzolja, hogy hogyan működik, és hogy hogyan fogja bedarálni őt, saját magát is, aki az elején még szinte anarchistaként érkezik ebbe a hatalmas vagyomba, és a végére egy igazi ilyen gyűjtőszenvedélytől hajtott zombi lesz. Zombi, igen, akinek akkora kandallója van a palotájában, mint egy szoba. Az a gyönyörű, az annyira kirándulni, amikor elmennek kirándulni sátorozni, és a sátorban is ugyanúgy érzi magát, mint egy ilyen bálteremben, akkor a sátra van. Jó, hát igen. 50 autóval mennek. Hát pedig pont az lenne a lényeg, hogy egy kicsit közelebb kerüljél a természethez, vagy valami, hát 50 autóval mennek, tehát tényleg, mint egy most ez egy hadsereg. Ez az Orson Welles film is olyan, mint amilyen a Per is volt. Ennek is rendezője, producere, forgatókönyvírója és főszereplője. A Perben mondjuk nem főszereplő, de... De mellékszereplő, igen. Hát hihetetlen, tehát Orson Welles sokoldalúságáról ez is elárul hát valamit. Nincsen, ez csak Woody Allen képes. Eredetileg nem is tudom, más nem is jut eszembe. Nem győzzük hangsúlyozni, hogy Orson Welles mekkora megfejtett. Egy arról az emberről beszélünk, aki már az aranypolgár előtt elkészítette az A.G. Wells-nek a világok harcából a saját kis rádiójátékát, amivel behűítette fél Amerikát, és fél Amerika meg volt győződve arról, hogy eljöttek az UFO-k. Tehát akkor alkalmazott média hacket, amikor ez a műfaj még egyáltalán nem is létezett. Még évtizedeket kellett várni, hogy egyáltalán a kifejezést feltalálják. Nem tudjuk hangsúlyozni, hogy az Orson Welles-nek az Aranypolgár című filmje, amely listánk negyedik helyezettje, mennyire kötelező. Már a dobogón a nap harmadik helyezettje. A lovakat lelövik, ugye, című film, amely a média és a kapitalizmus roppant intim kapcsolatába enged nekünk egy kis betekintést. Egy táncversenyen vagyunk, ahol minden csillog-villog, ahol minden könnyed és minden gyönyörű, és mindeközben minden nyomorúságos, és minden bűzlik, és minden undorító, és minden rettenetes. És hát ennél nyomasztóbb, ennél borzalmasabb film a média fasizmusról, arról, hogy a média, amikor még a média igazán nem is létezett itt a nagy gazdasági világválságnak a közegében vagyunk, a média csírájában vizsgálható, amikor a lovakat lelövik, ugye, című filmet nézitek. Ez a film az én számomra arról szól, hogy a média szükségszerűen fasiszta, mert az embert fogyasztási cikké silányítja, és az emberi nyomorúságot és szenvedést kiárusítja. Úgy, ahogyan a Jerry Springer Show, ahol összeverekszenek az emberek egymással, és mindeközben a közönség pedig Jerry nevét skandálja. Jerry! Jerry! Jerry a népszerű, mert Jerry szállítja számunkra ezt a szórakozást. Ahogyan emberek nyomorúságosan verik, ütik, vágják egymást, és mindegy, hogy betanult szerepekhez igazodva teszik mindezt, vagy pedig ösztöneiknek a sötét elborultságát követik. Teljesen mindegy, mert egyik alantasabb és hitványabb színház a másikánál. És hát Jerry ugye viszont nem alantas, mert a végén mindig elmondja az erkölcsi tanulságot, levonja, hogy hogyan nem szabad viselkedni, és miért ne váljon állattá az ember. És ez ő maga teszi állattá őket. Igen, és ezt Mónika és Balázs el is tanulták tőle, és ők is mindig okosan megfogalmazzák a ránk vonatkozó tanulságokat a műsornak a végén, csak Mónikára, Balázsra meg Jerry Springerre vonatkozó tanulságokra lennénk kíváncsiak. Szóval a Lovakat lelövi kutya című film az arról szól, hogy az emberi szenvedés és az emberi nyomorúság az hogyan válik kufárok kezében ócska hitványáru cikké. 5 centes áru cikké. Az emberi élet nem ér semmit, a nagy gazdasági világválság idején egyébként sem ért semmit, és az emberi élettel ugyanúgy lehetett kereskedni, ugyanúgy az volt a lényeg, hogy a haláli kifulladásig. Na, ahhoz a nagy gazdasági világválság kellett, hogy egy olyan távcsövet kapjunk, amivel 50-70 évre előre látjuk a média folyamatait. Igen, lehet, hogy ez az a ruha. Egészen biztos, hogy ez az. Aha. Csak ugyan, de most már tönkre ment. Nem tehetek semmit. Meg se próbálja kinyomozni. Kilopta el és kitépte össze.
Talán, ha összehívná a társaságot, kiderülne. Nem ők csinálták. Honnan tudja? Én csináltam. De miért? Az előadás érdekében. Mindent azért csinálunk. Vagy nem? Nem, a versenyért. Nem az a fő dolog. Azt hirdetett táncversenyt. Nekik nem. A fő dolog nekik nem az. Azt hiszed, a közönség versenyzőt lát benned, amikor a napfényt lesed? Versenyzőt lát Alice van, amint kelleti magát? Egy csöppet sem érdekli őket, hogy James és Rabbi, vagy Mário és Jackie, vagy te, és Gloria, vagy hófehér kenyer. Egyszerűen egy kis nyomorúságot akarnak látni, hogy jobban érezzék magukat. Joguk van hozzá. De most már mind olyanok vagyunk. Koszosak, kialvatlanok, tántorgók. Mi kell még? Nem elég ez? De igen, ha képesek hinni benne. De hogy higgyenek, ha Alice olyan, mint egy udvari bálból jött volna? Megtöri a varást? Hogyan higgyenek benne, ha elegáns és üde? Érthető? Feküdj le, maradt még néhány perced. A második szájíze mindig keserű, bár helyezése ezüstöt ér. A második helyezett a Született gyilkosok. Oliver Stone filmje, amelyet maga Quentin Tarantino írt, csak hát Quentin Tarantino nem ilyen filmet készített volna belőle szíve szerint, ezért aztán nagyon ideges lett, amikor elkészült a Született gyilkosok, amely szerinte didaktikus lett, túl erőszakos. Ezt Tarantino mondta? A Tarantino az azt mondta, hogy ezt a filmet lazára kellett volna venni, lazára és menőre. Ez a film pedig túl túlságosan is az arcodba köpi a vért, na. Hát igen, szóval nem akarta visszafogni, nem akarta ezt ugye szelidíteni vicces állítások sorozatára, hanem kőkeményen megmondja a tutit. Na most Született gyilkosok az szerintem a 90-es évek legkeményebb filmalkotása. Igen, legfontosabb filmje. Igen. De stilizált erőszakkal találkozunk ebben a filmben. Tehát itt a képregény világából, a rajzfilm világából, meg különböző tévés műfajoknak a világából jönnek be különböző jelenetek, tévéshow, szappanopera. Igazából egy tévés műfajokból összeollózott montást látunk, nincs egységes műfaja, ahogyan a televíziónak sincsen egységes műfaja. Ez a tévé ihlette a Született gyilkosokat. Egyébként ez az Aranypolgárra is igaz, ott is musical, krimi és a filmhíradók világa igen, volt összedolgozva. Igen, ott is ilyen híradós bejátszások vannak. Jó, hát igen. Egy svéd felmérés szerint, amely tinédzsereknek a vizsgálatán alapult, tinédzserekkel töltettek ki kérdőíveket, a tinédzserek Svédországban 40%-ban, tehát a tinédzserek 40%-a úgy gondolja, hogy az emberi életnek golyó vagy kés vett véget. Tehát, hogy az emberek, az volt a kérdés, hogy halnak meg az emberek, és 40% a tinédzserek 40%-a szerint golyó vagy kés által halnak meg. Svédországban, ahol Svédország, a legnagyobb a biztonság Európában. Nem mindenki tud angolul, meg nem, tehát az egy olyan kulturált hely. Tehát az egy, nem, tehát érted, nem Burkina Faszóban végezték ezt a kísérletet. Most muszáj káromkodni? A tiédbe bele. Szóval, ez a film, ez a Született gyilkosok, lehetséges, hogy nem láttátok még a Született gyilkosokat? Lehetséges, hogy nem hallottátok még az emblematikus mondatokat Mickey Knox szájából? Sőt, tegyük hozzá, hogy a Született gyilkosok megajándékozott minket a média G-nek a fogalmával, ami fantasztikus. Igen, tehát, amit köszönjük. Amíg nem volt, nem létezett ez a fogalom, nem tudom egyébként szépen mondani, ezért nem mondom ki. Hát a médiaspermáról beszélünk. Szóval amíg ez nem létezett, addig szegényebb volt a magyar nyelv. Ez egész biztos. Te és én két külön faj vagyunk. Én is ugyanolyan voltam, mint te. De fejlődtem. Ahonnan te nézed, még ember vagy. Ahonnan én még majom. Nem is majom, hanem média. Folyékonyan hazudsz, mint az időjárás jelentés. Gyilkolni? Az tiszta dolog. Te mocskolod be azzal, hogy az erőszakkal megpróbálsz félelmet eladni. Azt kérdez, miért? A válaszom, miért ne? Így állunk. Jó. Akkor most hagyjuk a rizsát és ugorjunk neki még egyszer. Miért pont gyilkolás által kell megtisztulni? Miért? Én egy született gyilkos vagyok. Hát igen, Stolbucit hallottátok a média sperma szinkron hangjaként. Egy generációnak szóló film. Egy olyan generációnak, amely elszakadt a valóságtól, mert kizárólag a tévéből ismeri fel a valóságot.
egy elfajzott generációnak, amely teljes értékválságban van, mert az etika helyét az esztétika vette át. De félre ne értsük ezt a szót, tehát itt az esztétika esetében nem a szépségről van szó, hanem a vizuális hatásnak az erősségéről van szó. A formáról. Igen, igen, igen. Tehát, hogy itt a halál az nem etikai alapon méretik meg, hanem a vizuális hatás ereje alapján. Tehát milyen menő, mennyire durva. Ehhez szerintem a halál élményének inflációjához nagyon-nagyon hozzájárultak a 80-as évek horrorfilmjei, ahol már nem tudtak mit kitalálni, hát hogy hogyan trancsírozzák szét az ember. Akció és horror. Kobretti felügyelő kalandjai, meg húskampóra húzza fel az embereket, stb. A halál misztériumához most már nem dráma tartozik, hanem menő pózok, meg laza dumák lettek hozzárendelve, és ennek a hatására felnőtt egy olyan nemzedék, amelyik már nem tud felnőni a halálhoz. Hogy a halál az egy hatalmas dolog. És szerintem ebből következik minden. Az iskolai lövöldözések, amelyeknek nincsen rendes indítéka. Tehát ma már ahhoz, hogy egy iskolás fiú megölje a haverját, ahhoz nincs szükség rendes indítékra. Csak egy sértésre, egy sérelemre, amihez hozzá tud rendelni egy tévés erőszakot, amelyet aztán ő leképez, leutánoz. Ezt a megoldó képletet ismeri. Erről van szó. Na most itt ebben a filmben, a Született gyilkosokban nincsen semmiféle árnyaltsága a karaktereknek. De pont ezért jó film, mert ez egy tévés montázs, és a tévében sincsen semmiféle árnyaltsága a karaktereknek. Tehát, hogy ez végtelenül nyers egyébként. Igen, ez a film... Mint amikor beállít a éppen sorozatban játszódó részben, beállít egy hatalmas zsák hússal a kezében, emlékszel. És fölröhögnek a háttérben, és fölröhögnek, amikor kiderül, hogy az apa erőszakolja a lányát, és így röhög rajta, hogy és a közönség is röhög. Tehát ez a fantasztikus, amikor rájössz arra, hogy úristen, Mallory Knoxot az apja rendszeresen erőszakolja, akkor a közönség röhög. Tehát ez egy ilyen vígjáték. Ez annyira fantasztikus ez a film. Azért nagyon jó film, mert kiválóan hordozza a nagyon rossz tévéműsorok képi és szellemi világát. Ezért kötelező érvényű film. Azért, mert ez a film, a Született gyilkosok, felmutatja számotokra, hogy a televíziózás nem más, mint pszichopata képzés. A csúcsok csúcsa, a mai number one. Ez pedig a Hálózat című film. Hát ez az a film, amit kevesen ismertek. Mikori 71-es talán? Ez is, tehát ez sem ma mondta meg, hogy mi a tuti. Kevesen ismerik, nem jut el valahogy az emberekhez, de minden ízében igaz, meg kell nézni ismét. Tökéletesen mutatja be, hogy megint csak hogyan küzdenek a nézettségért, és hogyha csökken a nézettsége az ország legnépszerűbb tévésének, akkor azonnal baj van, és akkor ő kitalálja, hogy akkor ő öngyilkos lesz, és a milyen hülye ezt bemondja élőben a tévében, mire azonnal nő a nézettsége, és akkor erre ráállnak, hogy hát akkor ez tök jó, akkor ezzel az emberrel lehet valamit kezdeni, persze nyilván nem ölheti meg magát, azt nem szabad, úgyhogy leveszik a képernyőről, de aztán visszateszik, és aztán ő lesz az őrült proféta. Gyártanak belőle egy őrült profétát. És akkor ez lesz az ő szerepköre, hogy ő folyton üvöltözik a tévében, hogy nyissátok ki az ablakot és ordítsatok ki, hogy elegem van, és akkor mindenki ezt így nagyon imádja, mert hogy végre egyszer azt érzik az emberek, hogy a tévéből valami hiteles jön. Igen. Hogy ez az ember tényleg elege van, és tényleg megőrült, és végre szerethetővé válik, mert azt mondja, amit gondol, és nem hazudik, és nem képmutatás az egész. De hát őt is felhasználja, annak rendje és módja szerint a média, és annak két antikrisztusa, az egyik az ugye Diana Christensen, akit a Faye Dunaway játszik, a másik az pedig Frank Hackett, akit Robert Duvall játszik, hát ők a két, a legsötétebb borzalmas alakok, elképzelhető. A Faye Dunaway az a hihetetlen módon nyomulós, erőszakosan, ilyen nagyon-nagyon férfias igen, maszkulin vonásokat testesít meg, és eszelős erővel nyomul, és hihetetlen az a jellem, amit kirajzol, és nagyon-nagyon érthető és élő sajnos. De mindeközben ott lebeg a cselekmény fölött a Howard Beale-nek a tisztasága, és az ő profétikus ereje, amely áthatja a filmet, és olyan monológokkal, amelyek hát felejthetetlenek bárki számára, ki látta. Egyes készül. Kettes ment. Nem kell mondjam, hogy rosszul állunk. Tudjátok, hogy rosszul állunk. Depresszióban sok a munkanélküli. A többi attól fél, hogy az lesz. A dollár jó, ha 5 centet ér. Bankok csődbe mennek. A boltosok puskát tartanak a pult alatt. Tudjuk, hogy a levegő belégzésre, az élelmiszer fogyasztásra alkalmatlan. Ülünk a tévé előtt, és hallgatjuk a bemondót, aki közli, hogy ma 15 gyilkosság és 56 erőszakos bűncselekmény történt. Mintha ez így volna természetes. Tudjuk, hogy minden rossz, a rossznál is rosszabb.
kész őrület, mintha mindenhol mindenki megveszett volna. Ezért inkább ki sem mozdulunk. Ülünk a lakásban, egyre kisebb lesz körülöttünk a világ, de mi csak annyit mondunk, nem érdekel. Csak legyen meg itthon a nyugalmam. Meg a villanykenyér pirítom, a tévém, az acélbetétes radiálom a kocsimra, és egy szót se szólok, csak hagyjalak békén. Hát én nem hagylak titeket békén. Azt akarom, hogy dühösek legyetek. Nem azt, hogy tiltakozzatok, vagy lázadjatok, vagy írjatok a kongresszusnak, mert nem tudnám megmondani, mit írjatok. Azt se tudom, mit lehetne tenni a depresszió, az infláció, az oroszok és a bűnözés ellen. Csak azt tudom, hogy először is jöjjetek tübe, és mondjátok, ember vagyok az Isten itt neki. Nekem fontos az életem. Ezért most azt mondom, álljatok fel. Álljon fel mindenki a karosszékéből. Álljatok fel most rögtön! Menjetek az ablakhoz! Nyissátok ki, álljatok oda és ordítsátok! Iszonyúan dühös vagyok, és egy percre se tűröm ezt tovább! Álljatok fel ebben a szent percben! Álljatok hova fel! Megy? Menjetek az ablakhoz! Utána Mikével! Álljatok oda és ordítsátok! Iszonyúan dühös vagyok, és egy percre se tűröm ezt tovább! Meg kell, hogy változzon minden! Hány állomás veszi át élőben? 67. Köztük Louisville, Atlanta... És nem tűröm tovább egy percre se! Utána meglátjuk, mit tegyünk a depresszió, az infláció és az olajkrízis ellen! De legelőbb álljatok fel a székből! Menjetek az ablakhoz, nyissátok ki, álljatok oda és ordítsátok! Iszonyúan dühös vagyok, és egy percre se tűröm ezt tovább! Kivel beszélsz? Atlantában. Mi van náluk, ordítanak? Ordítanak nálatok te? De legelőbb jöjjetek dübe és ordítsátok! Iszonyúan dühös vagyok, és egy percre se tűröm ezt tovább! Hát igen, minden idők legnagyszerűbb médiakritikus filmje a Hálózat, legalábbis a mi véleményünk szerint. Olyan, engem úgy ütött meg, mint az ipari áram ez a film, amikor láttam. Tehát én nem akartam hinni a szememnek, nem tudom kifejezésre juttatni, hogy a Sidney Lumet mekkora zseni. Nem tudom kifejezésre juttatni, hogy ez az ember, ez mekkora. Tehát, hogy ennek az embernek minden filmjét, de tényleg a 12 dühös ember rendezője, az Equus rendezője, ennek az embernek a filmjei, de még a legutolsó filmje, a 2007-es Mielőtt az ördög rád talál is kiváló. Tehát ez tényleg róla lehet azt mondani, hogy 1957-től 2007-ig 50 éven keresztül rendezte a kiválóbbnál kiváló filmeket. Ő az, aki nyíltan szembe ment bármikor, bármivel, amit hitványnak és alantasnak talált. A Hálózat című film az még az ő életművén belül is egy csúcspont. Azt mondhatom. Hát nagyon köszönjük a figyelmeteket, a médiakritikus filmek top 10-es listáját közöltük a mai adásban. Sziasztok, jó volt hallgatni titeket, üdv ez, írja nekünk, mi is búcsúzunk. Ezzel a listával, melyen a 10. volt a Magnólia, a 9. volt a Quiz Show, a 8. a Játékos, a 7. a 15 perc hírnév, a 6. az Amikor a farok csóválja, az 5. a Komédia királya, a 4. volt az Aranypolgár, a 3. volt a Lovakat lelövik, ugye, a 2. a Született gyilkosok, az első helyezett pedig a Hálózat azon a listán, mely szerintünk a legerősebb, legfontosabb, legkiválóbb médiakritikus filmalkotásokat tartalmazta. Magyar Dávid kollégám nevében is köszönöm a megtisztelő figyelmeteket és a számos SMS-t, amelyből ezúttal talán kicsit kevesebbet tudtunk beolvasni, mint máskor. Hallgassátok továbbra is a 98.6-os frekvenciát, most reklám fog következni, amit ki ne hagyjatok, majd pedig hírek, azt követően pedig zenét hallgassatok, mi holnap 3-tól 5-ig újra itt leszünk veletek. Köszönjük a figyelmeteket, sziasztok!